Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Spirituál Televízió 346. adásának a kedves nézőit. Hefner Attila vagyok. Szeretnék önöknek beszámolni a 2023. szeptember 27-én tulajdonképpen egész napos, vagy egész nap tartó rémhírterjesztéses bírósági tárgyalásról, ami ugye én a vádlott voltam. Nagyon különleges tapasztalás volt, nem volt egyszerű. Öt tanú lett meghallgatva, közöttük az a két gyermekorvos, akik tulajdonképpen a feljelentést tették. Az egyik őjük ugye P névre hallgat, én nem mondom ki a nevét, de a bíró ugye majd kimondja, ha akarja, a felvételeket szeretném majd bejátszani. P és Dr. O. B. Z. ugye. A PP nevezettű gyermekorvos a Dunántúlon lakik, és ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést, de a miskolci doktornő OBZ, ő kimondottan engem jelentett fel. Ennek ugye már több adásban elmeséltem, hogy milyen előzményei voltak, és ugye 2021. májusában történt az esemény. Ez egy ugye, tipikusan politikai háttérrel rendelkező ügy, melyben a miskolci járási rendőrkapitányság emelt tulajdonképpen ellenem rémhírterjesztés ügyében feljelentést, összevonta a dolgokat is. Így nem egy magánember és nem két magánember magánvádás eljárásáról van szó, hanem egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vészhelyzeti intézkedések megakadályozására, bűncselekmény ugye megalapozott gyanúja, a rémhírterjesztés, ami gyakorlatilag a kádári korszakot kezdi lassan most már így felidézni. Ugye a másik három tanú, dr. Tamasi József, dr. Pócs Alfred és dr. Ormai Péter volt. Két aranyos ember vett részt újságíróként regisztrálva, az egyik cserép Anikó Mária, a másik pedig Sztregova Erzsébet, Elizabeth Sztregova volt. Nem jött senki a nyilvános tárgyalásra. Nem gondolom, hogy ezt nekem negatívul kell értékelni, de elgondolkoztató, hogy legalább a Miskolc környékén lakók esetleg egy ilyen nyilvános tárgyalást, akik mondjuk végig izgulták az egész három éves színházi drámát, tragikomédiát, és ugye végig drukkoltak nekünk, a harcosoknak, küzdőknek, akik az első sorokban próbáltuk egyrészt a kötelező vakcinázást megakadályozni, másrészt a gyermekeknek a beoltását próbáltuk kitolni, vagy elkerülhetővé tenni. Számomra azon kívül, hogy nagyon szépen köszönöm annak a pár embernek, akik anyagi támogatást küldtek maguk helyett tisztelettel ezúton is, és nagyon szépen köszönöm, hogy a három tanú, Tamasi Doki, Pócs Alfréd és Ormai Péter doktor, ők eltekintettek még az úti költségüknek az elkérésétől is, hiszen ha úgy alakul, akkor ez mind nekem kell fizetni. Végül is a PP nevezetű, hiszem, hogy nem is mondok várost, távoli városból érkező gyermekorvos habozás nélkül ugye bejelentette, hogy ő egy szuper 9 literes fogyasztású
Batár terepjáróval jött, és a bíróságot helyben ugye elfogadta a tanúnak járó úti költség térítés, majdnem 80 ezer forint, vagy 70, nem tudom pontosan. És természetesen ezt is majd nekem kell kifizetni. Hát mondjuk jöhetett volna vonattal is, meg még jó, hogy nem magánrepülővel, vagy nem bérelt egy helikoptert, mert akkor akár 1 millió forintot is kifizettek volna a doktor úrnak. Idézőjelben, már elnézést, de csak idézőjelben tudok beszélni mostantól azokról az emberekről, akiket én gyakorlatilag sajátságos, ugye véleményem szerint egy veszélyes, társadalomra veszélyes embernek tartok, és azzal vádoltam ugye a doktornőt is, hogy bűncselekményt követelt, tehát bűnözőnek tartottam, ez volt a fő probléma. Na most egy kicsit olyan faramúci a helyzet, hiszen úgy tűnik, hogy én nagyon szépen köszönöm egyébként a bíró úrnak is, és az ügyész úrnak is, hogy nagyon korrekten tartották meg ezt mindenre kiterjedő figyelemmel ezt az egész tárgyalást. Sajnos annak ellenére, hogy engedélyezve volt a sajtósok részvétele, mégis ugye a két a gyermekorvos és sajnos az Ormai Péter tanúvallomását nem engedélyezte rögzíteni a bíróság még úgy sem, hogy ugye nincsenek benne a képben, tehát ebből nem tudok önöknek idézni. Majd októberben fogjuk megkapni a jegyzőkönyvet, amit egy kedves hölgy, mintha csak a 80-as években lennénk, ugye nem készült hangfelvétel, erre akartam célozni. Annak ellenére, hogy kértük előző nap az ügyvédemmel, hogy a bíróság készítsen teljes tárgyalásról hangfelvételt, pont annak az elkerülése kedvéért, hogy nehogy véletlenül manók közbe járnak, vagy tudom én, megzavarják az ujját a hölgynek, vagy nem figyel annyira a bíró, és kikerül, vagy nem kerül bele, vagy máshogy történik a jegyzőkönyvben ugye nem mindegy az, hogy az, vagy és, vagy de, vagy nem mindegy, hogy most Moszkvában Volgát osztogatnak, vagy Leningrádban Ladát fosztogatnak, ismerjük ezt a poént. Ugye a bíró úr megnyugtatott a végén arról, már majdnem az esti órákban, hogy lehetőségünk van fellebezni abban az esetben, hogyha nem úgy lesz valami a jegyzőkönyvbe véve, ez pozitív. Sajnos az ügyvédemmel azóta nem tudtam értekezni. Valószínűleg új ügyvédre lesz szükség, és már így is le vagyok gatyásodva. Tehát, és még ehhez hozzájön, akkor elmondanám, mielőtt a videó felvételeket önökkel megosztom, hogy miközben ez az egész dolog történt, október 2-ára, tehát hétfőre berendeltek egyenlőre, úgy néz ki, hogy tanúként a Bolla Miklós ellen folyó gyógyszerhamisítás, ivermektin gyógyszerhamisítás ügyében a tapolcai rendőrkapitányság egyik tisztviselője, szerencsére nem kell Tapolcára utaznom, tehát nekem nem fognak fizetni 70-80 ezer forintot. Én örülök is neki, mert az autóm az alkalmatlan is lenne erre, de a Miskolci rendőrkapitányságon úgynevezett ilyen távvideó tanú meghallgatás lesz, és hát nagyon-nagyon reménykedem, hogy a tanú kihallgatásból nem az lesz, mint sok-sok ismerősöm esetében, ebben a konkrét ügyben, például a Sinkovics Vitai András művész úr és barátom, aki tanúként lett beidézve, elment és aztán rabosították is, gyanúsítottként végezte, pusztán azért, mert megrendelt 4 doboz ivermektint is tartalmazó készítményt.
Ugye én nem rendeltem meg, ez egy következő adásnak lesz a témája, nem akarok előre menni. Én nem vásároltam, én sok-sok gyógyszer, természetgyógyászati termék, sok-sok vitamint próbáltam a 2020-as években ugye a nézőimnek ajánlani, többek között a D-vitamin, C-vitamin, szelén, cink és a fenyőrügy, a fenyő, zöld fenyőtű, a szuramin tartalma miatt is a pitypang, és még számtalan ugye, mint hogy mindannyian próbálkoztunk, rengeteg tapasztalat volt, na is ugye rengeteg ember próbálta beszerezni. Mivel az akkori egészségügyi miniszter úr tévé adásban mondta el, hogy az ivermektint azt fogják tesztelni, a tesztelés alatt van is fogják gyógyszertárban árosítani, tudtuk azt, hogy ez egy Nobel-díjas termék, ezért mivel semmilyen más védő felszerelést nem biztosítottak, vagy gyógyszert, vagy megoldást, még oltóanyagot sem 2020-ban, ezért mindenki igyekezett beszerezni a világ különböző tájáról, ahol mindenütt engedélyezett volt, például Szlovákiából, Németországból, Ausztriából, Indiából, Chiléből, Mexikóból, Brazíliából, tehát nagyon sok ilyen ügyről hallottam is, ugye mindenki, aki használta ezt a Nobel-díjas parazita ölőt, az megúszta 98%-ban körülbelül a lélegeztetőgépet is, biztos ugye halált a Covid miatt, és azt is viszont tudjuk, hogy a lélegeztetőgépnél viszont, ha valaki rákerült, akkor majdnem pont fordítva volt a sajnos a gyógyulási ráta, tehát nem szeretnék ezekbe a dologba belemenni, mert nem szeretnék semmiféleképpen további problémát okozni magamnak. Így is van elég baj. Legfőbbképpen most anyagi természetű ügyvéd, bűnügyi költségek, létezés, működés, talprállás, és ez nagyon megviselt lelkileg, ez az egész 3 éves hercehurca, és most ehhez még hozzájön ez a új ivermektines ügy, ez higgyék el nekem, hogy ez nagyon-nagyon idegörlő, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erősnek kell lenni az embernek lelkileg, amikor bármikor ugye jöhetnek, kopogtathatnak, bármikor ugye házkutatást végeznek, és ez éveken keresztül tart, és bármikor ugye bármi történhet, akár egy baleset, véletlen baleset, vagy egy lehallgatás, vagy egy szembesítés, vagy egy esti elcsúszom a sétálás közben az erdőbe, tehát nagyon-nagyon-nagyon megviseli az idegrendszerét az embernek. Egy ilyen tárgyalás is, ugye én ott a tárgyaláson is elmondtam mindenkinek, a tanúknak is, és a közreműködőknek, még egyszer mondom, az ügyvédemmel, az új ügyvédemmel úgy tűnik, hogy valami szakítós lesz a dolog, tehát új ügyvédet is kell, hogy keressek, fogadjak és fizessek természetesen, úgy tűnik. De mindegyik őjüknek, a bírónak is, a jegyzőkönyvvezetőnek is elmondtam, hogy a tanúknak is, meg mindenkinek, aki ott mindenféle oldalról, hogy ők ugye értsék meg azt, hogy ők nekik ez egy rutin. Ők ott vannak, jön a következő, sikerül, nem sikerül, elmondja, hazamegy, megissza a fröccsét, és kész, holnap lesz egy új nap, de nekem viszont az életemről van szó. Tehát nekem nem mindegy az, hogy most börtönben leszek 1 évig, vagy 3 évig, vagy 5 évig, nem mindegy az, hogy be kell fizetnem 1, 2 vagy 3 millió forintot, pár százezert, vagy ledolgozni, vagy közmunkára menni, nem mindegy, hisz már most is túl vagyok, a majdnem 500 000 forintnál járok, és ezt én a családtól veszem el, és az idegességemet is a családom vezetem le, és a feszültségeket is, és nem beszélve arról, hogy ugye, mint egy fertőzött tekintenek rám, amikor például elmegyek valahova, és újra mutogatnak rám, hogy na ez az a tagadó, na ez az a
Na ez volt jóba a Tamasival, meg a Póccsal, meg a... Na ez az a... Hát ez egy veszélyes ember, és ugye hát tudják, látják, hogy a YouTube-on is teljesen megcsappant a nézettségem. A feliratkozók azok nem kapnak értesítést az új filmjeimről. Nem is emelkedik a feliratkozók száma az elmúlt hónapban, talán 200 emberrel lettünk többen. A Facebookon is hátra vagyok sorolva a hírfolyamban. Tehát gyakorlatilag folyik ellenem egy ilyen nagy boszorkány égetéses per. Csak az egészben az a vicc, hogy miközben még boszorkány égetés tart, de már közben az inkvizítorokat is elkezdték bíróság elé, vagyis hát igen, bíróság elé, vagy feddésvenyítésben részesíteni. Tehát, hogy még én ugye oltást szkeptikus, vagy oltást tagadó és rémhír terjesztő vagyok, de már gyakorlatilag közben párhuzamosan is folyik ellenem a per, boszorkány égető per, de már azok, akik a boszorkány égetést végzik, azokat is elkezdték mezgerelni a politikai berkeken belül. Tehát itt fel szeretném hívni, és fel is hívtam egyébként, mindig minden alkalommal meg is fogom tenni az összes ügyésznek, rendőrnyomozónak, egészségügyi dolgozónak, mindenféle ilyen perzekútor, ahogy neveznénk a betyár időkből, ilyen hivatalos embereknek, hogy minden, amit tesznek, az ugye feljegyzésre kerül. Ugyanúgy az orvosok, az oltóorvosok, a közreműködők ebben az egész 3 éves őrületben, és ne gondolják, ugye, ahogy ez a két szeretetre méltó házi gyermekorvos végig röhögtek, gondoljanak bele, nem tudom önöknek megmutatni, mert nem volt engedélyezve a felvétel. A hátsó padban ugye kértük, hogy ők is hallgassák meg a mi védelmi tanúinknak az orvosi szakvéleményét, ugye azért Tamasi doktornak is ugye nem piskóta, hogy milyen szakvizsgái vannak. Pócs Alfréd is ugye kamarai elnök volt a Heves megyei kamaránál, Ormai Péter jogi végzettséggel is rendelkezik, és nagyon komoly tanúvallomást és szakszerű idéztek papírról, és ez a két teljesen felelőtlen is, sajnálom, hogy nem tudom megmutatni, ember, mint valami két ilyen röhögős kamasz, végig susmusogták, és a bíró úr nem szólt rájuk, hogy kussoljatok már be, gyerekek, majd menjetek ki. Ezek röhögcséltek, ezek ott bármik, azt hiszik, ők azt látják, hogy ők teljesen védve vannak. De ugye, mivel tájékozatlanok, és nem nézik a világ eseményeit, és nem nézik azt, hogy az USA-ban milyen perek kerültek mondjuk megnyerésre, hány és hány gyógyszergyár ellen sikeres pert vívtak, hány és Európai Unióban is mik történnek, ezek a gőgös emberek, akik azt hiszik, hogy örökre védelmet kaptak, ezért felhívnám a figyelmeteket, hogy nem így van. Attól függetlenül, hogy most úgy tűnik, mintha biztonságban lennétek, ugyanúgy, ahogy a Nürnbergben a náciknál, és nagyon sok más esetben is, mindenki felelősséggel lesz vonva 50-60, akár 5-6 évben belül, akár 5-6 hónapon belül, ezt ugye csak még a legidősebb hindu sem tudja, hogy pontosan mikor jön el az idő, ahogy a Bibliában is, ugye. Ez csak a főnök tudja, mikor jön el az idő, amikor el kell számolnia mindenkinek a tetteivel. Úgyhogy most egy pár ugye, dolog bejátszásra kerül azokból a videókból, amiket a két sajtós hölgy készített, igyekszem vágni, rövidíteni, és talán akkor még majd a későbbiekben fogok még egy másik alkalommal is önöknek bejátszani. Most körülbelül 20 percet dumáltam, még körülbelül 40 percre lesz szükség ahhoz, hogy
ezt a 6-7 órás vagy 8 órás bírósági tárgyalást valamilyen szinten meg tudjuk mutatni. A bíró úr, az ügyész úr, az ügyvéd úr, és én is hozzájár, és a tanúim is, a három doki is hozzájárult a felvétel elkészítéséhez, tehát semmilyen törvénysértés nem történik ezzel, hogy én ezt nyilvánosságra hozom. A legvégén egyébként engedélyt is kértem a bírótól külön. Azt mondta, hogy természetesen ez egy nyilvános tárgyalás, és ők közszereplők, ők nem fognak ezzel semmilyen szankcióval élni irányomban. Úgyhogy nem mondom, hogy jó szórakozást önöknek, ez egy nagyon szomorú történet, de amennyiben lelkileg is fognak nekem is, anyagilag is akár segíteni sokan, akkor túl tudom élni, és akár lehet precedens értékű is majd az a történés mások számára, és megkönnyíteni fogja majd más ügyészek, rendőrnyomozók, és bírók, és ügyvédek, és jogászok is. Magán emberek, egészségügyi embereknek is ez a dolgát, akkor, amikor ez a dolog rendeződik. December 6-án, Mikuláskor lesz a következő tárgyalás egyébként, ezt tűzte ki a bíró. A Mikulás bácsi el fogja hozni december 6-án a bíróságnak azokat a videófelvételeket, melyeket bizonyítékként, azokat az a hivatalos külföldi orvosi szakvéleményeket, mindenféle újságcikkeket, a Letoha Tamásnak a nyilatkozatától, az összes ilyen nagyon komoly feltáró jellegű dologban, tehát egy ilyen filmvetítéses, elvileg egy ilyen filmvetítéses bizonyítási eljárás lesz, és akkor ezek után gondolom, hogy hamarosan, remélem, hogy minél hamarabb, a kis szívecském is reméli, hogy minél hamarabb születik egy bírósági döntés abban, hogy én valóban bűnöző vagyok-e, vagy valóban bűncselekményt követtem el, vagy nem. Akkor jöjjenek a felvételek. Még egyszer tisztelettel köszönöm azoknak, akik ahelyett, hogy eljönnek, és a benzint, vagy a vonatköltségeket, vagy bármi, helikopterköltségeket, vagy bármit kidobnák az ablakon, egy pár ezer forinttal, ha segítenek ebben a perben, akkor én újra tudok építkezni, újra tudok ügyvéddel és megfelelő ugye, bizonyítási lehetőséggel, utazgatásokkal, filmek készítésével, ugye szeretnék részt venni a Tamasi József perében is segíteni. Tehát segítsenek, úgy érzik, hogy segíteni akarnak, akkor a legnagyobb segítség most számomra az anyagi segítségadás, és ugye természetesen az ima, a lelki, szellemi odahatás és a filmjeimnek a megosztása a Facebook oldalunkra, jelentkezzenek, mindenki van írva a film alá. Köszönöm szépen a figyelmüket, jöjjenek akkor a részletek. Cserép Anikó. Újságíró. Sajtó részéről. Igen. Akkor eljáró bíró. Ez is eljáró bíró a tárgyalásra. A jelenléket számba veszi. Megállapítja, hogy a bátor a hajtokalmazott szabályszerű idézéssel megjelent. Tehát igaz, ha nem tesz vallomást, akkor te tesz vallomást, akkor is kérdezési joga van a tanúkhoz. Észrevételeket adhat erre a vallomásokkal, illetve a felajánlott bizonyítása összefüggésben, tehát az iratokkal összefüggésben, és indítványokat is elé terjesztett. Ha nem tesz vallomást, a nyomozás során tett vallomása ismertethető, vagy felolvasható, így akár az írásbeli vallomása is. Tehát a bizonyítás körébe bevonható.
Megértette ezen figyelmet is. Igen. Megértette. Aztán nem tudom megkérdezni, hogy kíván-e valomást tenni fenntartáson, vagy nem tesz valomás. Fenntartom a másodat. Most akkor nem kíván tenni valomást? Nem, szellőző. Ha nem kíván most egyébként volna. Nem, de szükségesek, ha fel is olvasom. Nem kell, majd ismertetni úgyis. Nem, tehát akkor nem kívánok vallomást tenni, korábbi vallomásomat nem tartom, amit már megtettem. Új bekezdés. Mivel a vádlott vallomást nem kíván elrendelni, ezért a bíróság a BE 525. szakasz egy bekezdésére figyelemmel, tehát a BE 527. 25. szakasz egy kötelezésére figyelemmel ismerteti a nemzeti szakmán előadott vallomását. Tehát amikor kihallgatták a rendőrséget, illetve ilyenkori vallomását is fogom ismerteti, és igaz, ezáltal lesz a vallomása a bizonyítási eljárás fölébe benne, hogy a figyelmeztet is ezt felhalmoztam. Ismertetve a 2022. február 9. napján előadott gyanúsítási vallomása. Ezt ekkor hallották kiként a Miskolci rendőrkapitányságot. Itt a személyi körülményeire vonatkozóan azt nyilatkozta, hogy középiskolát végzett, házas családi állapotú, kettő kiskorú gyermeke van, havinettó jövedelme 200 000 forint, és a vagyonti körülményei tartozásai vonatkozásában nem nyilatkozott katona volt, ezt előadta. És a tanúsítási összefüggésben elmondta, hogy most nem kívánok vallomást tenni, vallomásnak írásban kívánok becsatolni a későbbi évek során. Új bekezdés. Ezt követően pedig ismertetve a 2000-es szakmai előterjesztett írásbeli vallomása. Egyébként
Bocsánat, nagy tisztelettel kérem, egy kicsit hangosabban legyen szíves beszélni, nagyon szépen köszönöm. Itt kell elmutatom, hogy sem gyanúsítati kiavatása során sem azt követően a gyanúsítás tárgyává tett, a Facebook közösségi portálon megfogalmazott bejegyzését nem tárták elé, utólag ki is kizárólag a saját bejegyzésemre kaptam másolatot. Nyomozó hatóság a mai napig titokként kezeli dr. Honozó Beát által megjelenített bejegyzést, posztot, melyre reagáltam a saját Facebook oldalamon. Dr. Honozó Beát eredeti közleménye posztja, biztos kezel alapellátó gyermekorvosi társasága nevében jelent meg, itt közölte igaz az e-mail címet a honlapon. Ezt a honlap címet, ezt a bejegyzést időközben eltávolították az internetről, ugyanmiért is. Így ezzel nem rendelkezem. További problémák elkérdését érdekében szükségesnek látok közölni, mert a különbözben törlésére tekintettel csak Dr. Ölöskei gyermekorvos feljelentő portálról tudtam beszélni. Ő azt külön átvette és megjelentette, mert a további titkolózás elkerülés érdekében így ez 5 perc számmal csatolok teljes terjedemben, igaz itt idézte ezen beadványt a írásbeli valomásában, és akkor azzal folytattam, ezen körülményből lehetőleg fel, természetes az eredeti szövegnézetből kiragadva, mely az államban követelő gyakorlat szerint adott a gyorszerűnő, gyorsítás földében szereplő, abból önként sem kiragadott és csoportosított állítások. És akkor az októl nő cselekményét bűncselekménynek, ő pedig bűnöldőnek nevezte. Kiskorokkal befolyásol, molesztál, ember kísérlete figyelmeküket. Kilátásban ezt az októl Honozó Beát a feljelentését. Viszont egyáltalán nem tartalmaz olyan, mert tudtam eljárva nyomozó bírói munkásságához tartozik, hogy a gyermekorvosi praxisból való eltávolítását, egyébként is időzőjelmetére és kilátásra helyeztem, és itt is időzője másokat is elhúzgatok. Ugyanis a hivatkozott közleményem, zárója posztom, semmiféle ilyen állítás, felhívás nem tartalmazott. Az alábbi állítások. Itt is időzője, az ön bejegyzése beindult a Facebookon a kommentet állata, mely sokban heves indokokat és reakciókat látott ki, több bent rákán szavakkal illető ponttól Honozó Beátát és bűnözőnek választott, idézőjel lezárva. Az emberek nagyobb csoportjának zavart, nyugtalanságot keltsen. De pedig bizonyított jelenlegben itt a feltételezése. Például az én vagyok, ottól Honozó Beáta önálló közleménye elutázott két indokokat. Ön is nincs semmi van? Igen, nem van a regisztráció. Jó. Ön honnan jött, akkor melyik jött? Budapestről is késett a vonat, úgyhogy elnézést kérek. Úgy együtt, milyen esőrnyegyszerű? Stregova. Stregova Erzsébet, tárgóterembe belép, előző újságíró vagyok, Budapestről jöttem, csak késett a vonatom. Önt is akkor tájékoztatom. Köszönöm szépen, önt is tájékoztatom arról, hogy igaz a közszereplőkből készített akár fényképfelvételt is, hangfelvételt is, azonban a tanulóból nem, csak amennyiben hozzájárulnak. Azt szeretném megkérdezni a vádlottat, hogy hozzájárul-e, hogy készítsen az újságíró önből. Igen. Vagy hangfelvétel. Igen. Akkor megértették ezt a tájékot. Igen, köszönöm. Akkor folytatnám a bólmat. Az emberek nem is tudott el az alapotban sem szeretsen, pedig bizonyos ügyenokban puszta feltételezések, hogy mi váltott ki, Dr. Honozó Beátára személyes indokokat, és hogy ez valóban zavart nyugtalanságot keltett. Számomra az egyetlenül, mint tudik, hogy a Honozó hatóság felszívta a borhán elefántát, kellett egy valóban dolgokat és feltételezéseket is tartalmazó tényállás, az ennek nyomán meggyanúsított rém hírkeltéssel, feltétlenül annak érdekében, hogy az felső elvárásoknak megfelelhessen. Azt sem egészen értem, hogy a Facebook nem tekinti fake news-nak, jövett keltenek a bejegyzésemet, és nem távolított el azonnal, akkor miként helyezkedik ez ellentétes álláspontra a nyomozókatóság. Az előzőben leírtak rögzítését követően lehet kikérni, hogy a dönsítás felnyelvá tett posztpontjukán választódott Honozó Beáta által közzétett bejegyzése, így is a posztpont válasz
az kizárólag dr. Kunzó Beáta posztjában foglaltakra vonatkoztatható zárójel, nem pedig általánosságban, mert a nyomozó hatóság sugalni igyekszik zárójelbe zárva. Posztomból megalapítottóan utvonozó Beáta posztjában foglaltakra csillelmeztem, és ezzel kapcsolatban tettem megalapításokat az alányok szerint. Az egyesponyon arra hivatkozik, hogy egy újabb bűnözőt találtam, itt rendelt Józsőrben dr. Onozó Beáta, neve is állítólag gyermek Ágyiós, zárójelben nem sokáig, zárójelbe számoltam. Hoztam meg körben egy vélemény fogalmat meg, a alaptörvény 9. cikk első-másik bekezdésének, 9. cikke, első bekezdés mindenkinek jobban a véleménynyújtási szolgáltatásához, a 2. Magyarország elismerés végül a sarki fogadságát és sokszínűségét, biztosítva a demokratikus közélemény kialakításához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. Megfelelően hol állt az a törvény 9. cikkének 4. bekezdés, római 9. cikk 4. bekezdés, a vélemény nyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányolhat mások emberi méltóságának megsértésére tartalmaz. Ezen rendelkezés alapján jobban elálltam állampolgárként, fogom is lehetőségem van más személy eljárását bűncselekménynek tekinteni, zárójel, az már másfél és félnek megalapozottságáról az értékes hatósági döntenek zárójelet kezdve. Az pedig, hogy valaki meddig is milyen foglalkozást és beosztást fog betölteni, az már nem is tényállás, hanem jóslat körébe tartozik. Eként alaptörvényes zárójel, önzetközi és alaptörvényben biztosított és védett, zárójel bezárva, emberi jogon. Megjegyzem-e ezen értelmet és más álláspontra helyezkedés arra vezethette, hogy a nyomozó hatóság által minden olyan büntető eljárás van, amely az érintett személy büntetőjogi elmarasztalásával nem jár, a fenti bűncselekmény miatti eljárás megnyitását tenni lehetővé a nyomozó hatóság eljárás tagjával szemben. Az alaptörvény 900 cikkének 4. bekezdésében védett emberi méltóság megsértését a DTK 226. szakasz, 226. szakaszai, illetve a PTK Római 2-es könyvének 3. részében szabályozott személyiségi jogok megsértése körében szabályozza. De nem a büntető törvénykönyv 337 szakasz szerinti büntetőjogi védelmi körében. Mindezek alapján tehát az e pont körében idézetben tartom az alaptörvény 900 cikkében biztosított szólás és véleményszabadság körébe tartozóan biztosított alapvető emberi jognak minősül, ha a VTK 226-227 szakaszában szabályozott bűncselekményeket megvalósítják, zárójel, megalapozott gyanúkat felvetik, zárójel bezárva, akkor pedig a büntető eljárás a bíróság és nem a Miskolc rendőr kapitányságra tartozik, akinek a nyomozását csak meghatározott körben a bíróság jogosult kezdeményezni. 2. pont. Gyakorlatilag ebben a levélben kiskorokkal befolyásolt, molesztált és egészségügyi törvény szerint megvédte. És ezzel kapcsolatosan tényleg, hogy dr. Onozó Beáta a posztjából, hogy annak címzetjei a címzésből megítélhetően gondolatjel idézőjel kedves 16, kötője 18 éves, gondolatja bezárva, a 16-18 év körüli fiatalok zárójel szakszerű jogi megfogalmazással iskolú polgárt jogkértékel 2-10 szokat egyvetetés és történetből büntetőjog végén számos szokat egyvetetés ehhez képest hajtáson a címzettek megjelölése körében a teljes magyar jogi szabályozásnak megfelel. A dr. Onozó Beáta által közzétett az érintettek szándékának befolyásolása, hiszen valamely által helyesnek tartott magatartás tanúsítására igyekszik rávenni őket. A idézője molesztált, idézője bezárva szó jelentése a magyar nyelv értelmező szótára szerint, idézője zaklat valakit alkalmatlankodik neki vesző terhére van. Az, hogy a kéretlen megkeresés zaklató vagy alkalmazkodó tevékenységnek minősül-e, illetve terhére vanás csupán a címzettek megítélése befolyásolja, tehát ezen állításom és az alaptörvény 9. cikkének védelme alatt álló véleménynyilvánítás. Az egészségügyi törvény megszegésének állítása már kicsi megfogadható, ugyanis a PTK 2.11 szakasz, csak hogy idézi, az a
beadványában a vállalót, 1857, de ezzel összefüggésben talán diafragma. Ami egyébként mondja, hogy a korlátozatlan cselekvőképes kiskorú által a törvényes képviselője közreműködése nélkül azon tevékenység nem valósítható meg, amelyet kormányzó Beáta megszólítottakat rábírni törekszik. Konkrét egészségügyi jogszabályokat áttekintően pedig tényként állapítható meg, hogy dr. Konzó Beáta posztjának közvetételekor az EU törvény háromszakasz A pontja, és akkor itt idézte a ezen jogszabály harmadik pontját, tehát harmadik szakasz tetőjén alkalmazásában átlant beteg, az egészségügyi ellátást igénylő vagy abban részesülő személy, egyértelműen meghatározva, hogy a beteg az, aki egészségügyi ellátást igénylő. Egyetértünk abban, hogy az, aki a COVID-19 vízoltást elveszik, az az EU törvény hatállyal eső betegnek tekinthető. Az EU törvény 5-30-30-30 álpontja mindenkinek jogom elismert a megszerzéshez, amelyek lehetővé teszik számára az egészségi védelmével és a fejlesztéssel kapcsolatos lehetőség elismerését, valamint egy megfelelő tájékoztatáson alapuló döntés az egészségügyel kapcsolatos kérdésekben. Szerint mindenkinek olyan ismétek megszerzéséhez, amelyeket lehető teszik számára az egészségügye, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőség elismerését, valamint a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését, az egészséggel kapcsolatos kérdéseknek tovább a végül, 5. szavaz 3. bekerülés mindenkinek jóval van tájékoztatást kapni az egészségügyi szolgáltatók által mint az egészségügyi ellátások jellemzőiről, azok elérhetőségéről, és az igényelők rendjéről, továbbá a betegeket megillető jogról és azok érvényesíthetőségéről. Szerint joga van a tájékoztatást kapni az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igényelők rendjéről, továbbá a betegeket megillető jogról és azok érvényesíthetőségéről. Ezen a rendelkezéseket erősíti az EU törvény 15. szakasz első bekezdése. Itt rögzíti azt, hogy az önrendelkezéshez való jog, 15. szakasz egybekezdés, beteget megillető az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag körülmény meghatározott esetekben és módon korlátozható. Szerint a beteget megérti, itt is az önrendelkezéshez való jog, mely kizárólag körülmény meghatározott esetekben és módon korlátozható. Lásd PTK 2.12. szakasz rendelkezését. Ennél fogva adottan cselekvőképes kiskorú csak és kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával gyakorolhatja betegpénti rendelkezésre való jogát. Előtörvény 16. szakasz 1. rendelkezése. Tájékoztatásra való jog. Itt idézi a beadványában ezen jogszabályunkat. 14. szakasz 5. szakasz, 9. szakasz, 10. szakasz a beadványában. És akkor a beteg tájékoztatásához való joga azért kérnek ez a fontosságú, mert csak így gyakorolható a beteg önrendelkezéshez való joga. Ehhez pedig szükséges lenne az, hogy minden korlátozottan cselekvőképes kiskorú, minden törvényes képviselője együttesen megkapja az oltárkodásokkal való biztatás mellett, annak milyen kockázata vannak, vagy lehetnek. Ez már csak azért is pontosnak tartalmat az Európai Parlament 23.9.2021 állásfoglalási indítványának tartalma szerint a COVID-19 védőoltásnak tívüljelvetére jelentős mellékhatásai lehetnek. Nem hagyható figyelmük igaz sem, hogy dr. Honzó Beátának a foglalkozásában eredően hivatalból ismernie kellett ezen rendelkezések előírásait, és ebből eredően elvárható lett volna tőle jogszabályok előírásainak megfelelő magatartás. Továbbá közzététe időpontjában a fővárosi törvényszék a biztos kezdet magyar alapellátó gyermekorvosi társaságát nyilvántartásba vette a 77 PK 6.542-2021-ben 6 számú végzésével 2022. január 7-én 01-02 nyilvántartási szám alatt és a végzésből megállapíthatóan osztja a közvetételeket dr. Honzó Beáta a szervezet tisztségviselője volt. Így dr. Honzó Beátának mind a szakmájából eredően, mind a civil szervezetben viselt tagságából folyó kötelességét feladhatott volna, hogy zárójel minimum, zárójel beszámolva a posztjában közölje azt is,
hogy a COVID-19 védőoltásnak megszólított 16-18 éves korosztály esetében törvényes előfeltétele lett volna. A megfelelő betegtájékoztatás, például a védőoltás kockázatai és ennek javaltai körében és a törvényes képviselőnek írásos hozzájárulása. Ezek hiányában utolmúzó Beáton posztja jogszabálysértőnek volt tekinthető, mely állás hangon szerint joggal nem joggal tettem szóvá és jellemeztem például etikai eljárás, feljelentés, megnyitásának pillanatásba helyezésével, hiszen Dr. Mózó Beáta a posztját bárki számára elérhetővé tette, sőt, akár el is ültette a címpettek körének. Arapános pont. Ez egy bűncselekmény nemzetközi szinten is, gyakorlatilag a kiskorú gyerekeket fa cím megkeresésig is emberkísértete hívja meg szüleik tudta, megkérdezése nélkül, befolyásolja és mint egyik idézjen Cukros bácsi, a néni idézjen Rezánban, utolni portákat ígérnek. Fenti részlet a posztomnak összetett állításokat tartalmaz. Ez idézje, ez egy bűncselekmény, nemzetközi szinten is az idézje bezárva, mondat észlet mindetében jogi álláspontomat és véleményemet a vallomásom első kontrollatnak is tettem, de körben feljön az ENEV hatóság figyelmét, az Európai Parlament 23.9.2021 állásfoglalási indítványának tartalmára, amely szerint a COVID-19 védőoltásoknak, idézőjel a védőoltásoknak, jelentős mellékhatásai lehetnek. BTK 165 az egyékezés, foglalkozás körül nem lehetett veszélyeztetés, itt idézte a jogszabály helyet, majd szerint a foglalkozás, például a fogós foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményt követi el, az, aki számára irányuló foglalkozási szabály, megfelelésével más vagy mások életét, testépségét vagy egészségét, gondolásából közvetlen veszélyt teszi ki, a testi sértést okoz. Ha egy jogszabály rendelkezését nézzük, akkor a doktor Unzó Beáta, zárójel, aki orvos foglalkozású, egész nem hívja fel az érinteteket, 16-18 évesek figyelmét. A szülői, zárójel törvényes képviselői, zárójel bezáró beleegyezés szükségességére vesző, továbbá a COVID-19-es védőoltással járó kockázatokra zárójel ennem javaltak. Az a más, mások életi testépségét, egészség közvetlen veszélyen teszi ki. Ez képest a nyomozó hatóság ellen indított végviteresztés bűncselekménye megalapozó gyanúja miatt büntető eljárást és teljességgel átsiklik Dr. Mózó Beáta fejlentő büntetőjogi felelőssége mellett, holott esetében a VTK 165 szakasz első következésére ütköző, és azt szerint minősülő foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének megalapozó gyanúja vetődik fel, zárójel, és mindezt még igazságszolgáltatási eljárásnak nem nevezni zárójelet. A most előtthöz képest azon tényállásnak az elvintése érdekében doktor Mózó Beáta bűnözője vagy sem, megkívánom könnyíteni a nyomozó hatóság feladatát, és ennek érdekében eljelentést teszek doktor Mózó Beáta házi gyermekorvosra szemben a BTK 165 szakasz egyetkezésében ütköző és azt szerint minősülő foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménynek megalapozó gyanúja miatt és érdemben szemben a büntető eljárás lefolytatását. Osztom következő részében eladom, hogy idézőjel, gyakorlatilag a kiskorú gyerekekkel a facét megkeresi és emberkísérletet hívja meg, idézőjel bezárva. Itt közölt egy annak egy címet, osztok. Honlapon található információ szerint kísérlet szó azt jelenti, hogy idézőjel tudományos megismerés egyik módszere vagy eszköze, amelyen valami jelenséget feltételt okok összerűen és módszeresen előidézünk, létrehozunk tudományos megfigyelséget. Élettani fizikai megtani kísérlet eredménye fontossággal sikere előkészíti a kísérletet vagy végre mutatja le. Kísérlet kérdés, amelyet természethez intézünk. Kísérletben valamilyen feltételből indulunk ki, idézőjel bezárva. Ha pedig a kísérlet emberekre folyik, ugyanak a magyar nyelvtanban használatos szavatos elnevezése, idézőjel emberkísérlet, idézőjel bezárva.
Itt tehát az általán használt kifejezés a magyar nyelv, zárójel, nyelvtan, zárójel bezárva, és hétköznapi szóhasználat szabványának megfelelő volt. Az más kérdés, hogy egyes politikai szerepel szóhasználata miatt az idézője, emberkisége, idézője bezárva, kifejezést azonosítja. Második világháborúban a német és más hatalmak által folytatott áltudományos embereknek végzett kísérletekkel. Ugyanakkor nem szerencsés, ha a fogalmakat keverjük. Sőt, a nyomozó hatóság és a tevékenységét felügyelő átlagosság szakmailag képzett tagjai részéről különösen sérülmezheti ez a magatartás. Csak felhívnám a tisztelt nyomozó hatóság figyelmét arra, hogy az egyszerű tények, ugye a gyógyszerkészítmények klinikai kipróbálása során ugyanilyen idézőjel emberkísérlet, idézőjel bezárva folyik. Csak éppen önkéntes, zárójel, nem megtévesztéssel átbírt, zárójel bezárva személyek részvételével kellő alaposságú tájékoztatásukat, zárójel, ami dr. Konzorg által megkerült, zárójel bezárva követő, beleegyező nyilatkozatok alapján. Célszerűnek lenne, ha a tisztelt nyomozó hatóság eljárásra során nem megsikanak, hanem igénybe vennék a tényeket, és nem vizionálnak olyat, amelyet el sem hangzott. Zárója. Persze az érintett is jelentős felelősek a hivatkozó történészi megküzdők és szerintjék ki, akkor ez emberileg, de nem szakmailag elfogadható. Ebben felhívom a nyomozatóság figyelmét a panaszomban foglalt jogi okfejtésre, melyet fenntartok most is a való. Postom ezen részének bejegyző részében eladom, hogy idézőre szüleik utta megkérdezése nélkül befolyásolja és mint egy fukos bácsi, vagy néni, idézőjel bezárva, ikonokatokkal ígér neki idézőjel. Szüleik utta és megkérdezése nélkül állításom tény, hiszen doktornozó bráta posztja közvetlenül 16-18 éves fiatalokkal és nem a szüleiknek volt színezve. Még a jutalomfalatok alatt a doktor honozó beáltalta felsorolt lehetőségek értendő zárójel, ráadásul jelentős részük valóban, ugyanis a COVID-19 védőoltás mellett is csökkenhet, vagy megszűnhet a szagló és izolódó készet, valamint beoltott személy is elkaphatja COVID-19 vírus. Egyedül az volt igaz, hogy a COVID-19 védőoltása felvételét követően védettségi igazolvány birtoklása a nyilván semmi gyűnöket történő részvétel lehetővé tette, de azt sem hallhatottja rá, hogy az ilyen rendezvényeken is felmárt a COVID-19 vírussal történő megfertőződés veszély. Négyes pont, ezt úgy hívják, hogy bűncselekmény. És én ezt a bűnözőt személyesen fogom megkeresni, és ha folytatja ezt a tevékenységet, kérdést teszek ellen, mást is erre biztatok. E kérdésem körében foglalkozva már vallomásom egy és hármas pont alapján elég részletesen ítéltem. Azokat megismételni kívánom, csak a visszatlapozott titokat. Csak már arra hivatkoznám, írnám fel a nyomozatosság figyelmét, hogy a hoztam magyarokat, hogy folytatja ezt a tevékenységet, fejtést veszek ellen. Idézőjel bezárva, de arra már nem tértem föl, miért. Például orvosi etikai bizottság előtt történő feljelentés is etikai eljárás van maga után. Arra is rákívánok mutatni, hogy dr. Honuszló beállta a posztját, Facebookon önként eltávolította, és eként közvetve elismerte az általam sérelmezett jogszerűtlen tevékenységét. A idézőjelben mást is erre biztatok, idézőjel feljelentésre vonatkozó, amely vélemény szerint megalapozott jogszerű, magatartásra történő felhívás. Az alaptörvény 9-es cikke szerint. Az ötös pont, persze már levetik a megosztás az oldalokról, de ez nem jelent semmit. Minden van idézőjel bezárva. A rész egyszerű, valóságnak megfelelő tényállítás, melyet senki sem értelmezhet úgy, hogy ezzel honozó beálltak segítségére, bántalmazására vagy egyéb jogszerűen cselekmények elkövetésére zárójel. Ilyen legfeljebb beleképzelni lehet ebbe zárójel bezárva. A posztomban nem szereplő, de a gyanúsítás felvett állítólagos
dinamikusai kérdésével valóban sok foglalkozni nem kívánok, hogy mindenkorosi bejegyésnek megfogalmazott feltevése valóban dinamitások véleményünk szerint nem tartoznak az ellen indított büntető eljárás körébe. Zárójel, egy fejjel nyomozhatóság eljáró tagjának felkészületlenségét és elfogultságát támasztják alá. És akkor terheti talán, és fontos ügyvédi irodalótól fontos csapat ügyvéd felállítva és elnézőzte az ember utáltal nyomás során. Új bekezdés. Van-e a felolvasott irányzói vallomással összefüggésben észrevétel ügyészségnek, a védőnek? Nincs el. Önnek van-e észrevétel? Bántókra nem indítő, különösségi jegyzőkönyveket. Azt nem tudom megkérdezni. Tehát a nyomozati iratokat ismertettem, amit a ügyészség bejutott a bíróság részére. Ezzel összefüggésben van-e észrevétel a ügyészségnek? Nincs. Nekem van benedig úr. Nekem is. Ahogy már véletlen a előkészítő eljárás során utalt, a vádirati tényállás teljes mértékben helytelenül tartalmazza azt, hogy nevezett egy poszthoz szólt hozzá. Védencem saját maga osztotta meg, a saját maga oldalán az ónozó beáltának tulajdonított, de nem ónozó beáltától származó bejegyzés. Ugye emiatt nincs is birtokunkban, nem is lehet birtokunkban az eredeti bejegyzés, ennyi észrevételem lett volna, illetőleg annyit szeretnék még kérni tisztelt járványbíróságot figyelembe arra a tényre, hogy az elkövetkezendő időszakban a bíróság olyan tanúkat fog kihallgatni, akik orvos szakképesítéssel rendelkeznek, akár a feljelentők, akár a vádlott és a védelem által indítványozott tanúk esetében. Én azt kérem, hogy a tárgyalás későbbi menetének körében rendelje el a tisztelt járási bírósága hanganyag, a tárgyalás hanganyagának folyamatos rögzítését, éppen azért, hogy pontosan kerülhessen jegyzőkönyvben mindaz, amit az orvosok elmondanak. Én ezt elektronikusan kértem, igazából tegnapi nap folyamán, nem tudom, megérkezett a tisztelt járási bírósághoz. Egyelőre ennyi észrevételem van. Önnek van észrevétele? Igen. Tisztelt bíró úr, én már ugye a múltkor is jeleztem, most hogy a vallomást végig hallgattam, és ugye az egyeztető ülésen is jegyzőkönyvbe lett véve. Nagyon-nagyon lényeges az, ami sajnos nem úgy lett, hogy jegyzőkönyvbe véve. Természetesen ez normális fizikai akadálya, vagy nem jól emlékezett a megépelőről. Ebben az időszakban, amikor ez a gyermek oltás elkezdődött, én alapvetően 6 gyermekes apa vagyok. Ebben az időszakban 3 kiskorú ebben az ügyben élő gyerek szülőjeként is háborodtam fel. Tehát ezt szeretném jegyzőkönyvbe letenni, hiszen ez nagyon fontos, hogy nem mint média celeb, nem mint egy politikai meggyőződéssel rendelkező magánember, hanem mint a gyermekeiért, kiskorú gyermekeiért jogosan felháborodó szülő. És azzal szeretném még kiegészíteni, hogy nekem ugyanúgy tudomásom lett más szülőktől arról, hogy történik ilyen levél, vár a doktornő részéről, a doktor onozó dárta részéről. Én is értesültem, és én maximálisan nem értem, a jegyzőkönyvet végignéztem, én is otthon most a teljes peranyagot, hogy miért Hefner Attila István az a valaki, aki azokért
most itt ül a vádoltak padján, azokért a rágalmakért, sértésekért, hozzászólásokért, amelyeket más szülők, ugye, mind a Pölöskei doktor feljelentése szerint is, mind a doktor Onozó Beáta. Tehát az, hogy én miért én vagyok egyedül azért a felelős, amit más szülők bizonyít, nem bizonyított, hogy rajtam keresztül tudom, jutott tudomásukra. Hiszen mindannyian a gyermekeinkért aggódtunk, mert ismertük az oltásoknak már a felnőtt, ugye elkezdődött a felnőtt oltások, és ismertük már abban az időszakban, hogy ezt úgynak is szeretném mondani, Bíró úton keresztül, hogy már ismert volt az oltások veszélyes mellékhatása a felnőtteknél, történtek elhalálozások, nem csak 2023-ban derültek ki, hanem már 2021 májusa előtt is fél éves oltás szezon után joggal szülőként aggódtam a gyermekeim életéért és egészségüket. Ez ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen. Ha valami a jegyzőkönyvben nem pontosan kell rögzítése, természetesen bármikor lehet korrigálni, és előkezdeni, hogy minden pontosan úgy kerül a rögzítése, mint ahogy ez elmondott. Jó. Dr. Onzó Beáta, Zsuzsanna Nagyról kellene jöjjön be. És a szépen teret szeretném elkérni. Zárt közel, jó? Zárt közel is kér. Még arról szeretném felkészíteni, hogy a sajtó jelen van a tárgyaláson. Nem járunk hozzá, hogy a kép is hangfelé tenni. Nem járunk. Jó. Köszönöm. Helyet is foglalhatok át a második vagy a harmadik pontot. Jó? Köszönöm szépen. Akkor most állítsuk le a felvételt? Igen, ezt követően nem készíthetem felvételt. De hangfelvételt sem. Hangfelvételt. Jó, rendben. Az indítványom a tekintetében született a döntés. Majd döntés később, igen. Hogy a műsor mérkőzésen idején fennállnak, a vallomást tesz, kötelesen megint tudomás és lelkiismerete szerint az igazat vallani. A hamistanizást és a vallomás létel jogosulatlan megtagadását a büntetőtörvénykönyv büntetni rendeli, a vallomás teszt a vallomása bizonyítottatóan, a később a vallomás létel igaz megtagadná, adott ügyben vagy más ügyben is megértette ezen figyelmeztetéseket. Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hozzájárul ahhoz, hogy önről kép és hangfelvétel készüljön. Nincs kifogásom. Nincs kifogásom, jó. Azt szeretném megkérdezni, hogy említett, hogy a vállalatot, akkor őt nem is ismeri. Ismeri. Hát, milyen kapcsolatban van vele, a baráti kapcsolatban, hogy ismeretség ez miben realizáló? Hát ilyen távoli ismerős, akivel találkoztam már, és nem, nincs semmi jellegzetes dolog. Jó. Van-e arról tudomása, hogy Dr. Onozó Beáta Zsuzsanna Facebook oldalán milyen kijelentések, közlések jelenhettek meg a vádlott részéről? Talán egyszer ezt olvastam, de nem tudom már visszaidézni pontosan. Értem. És ezt kimutatott önnek? A vádlott kaptam meg, vagy? Hát, ismerőstől kaptam meg, de nem a Attilától. Facebookon olvastam, vagy csak... Nem a Facebookon, valaki eltűlte nekem. Valaki eltűlte azokat a közéseket? Igen. És az mikor volt több éve, hogy esetleg mostanában valamikor a jelenészet? Hát ez lehetett már talán egy fél éve. Nem tudom. Nem most volt. De arra már akkor nem emlékszik, hogy őt kitűlte meg, igaz? Nem, azt nem tudom meg, de most itt. Ön is orvosként dolgozik egyébként? Orvos vagyok, igen. Orvos? Belgyógyász. Belgyógyász. Jó.
a dr. Ónozó Beáta Zsőrönát ismerjük? Nem. Dr. Töröskei Péter? Ő sem ismer. Sem ismer. Jó. Amikor megkapta ezeket a úgymond iratokat valakitől, milyen benyomásra tudt ki önben, hogy a valóságot tartalmazza, vagy nem a valóságot tartalmazhatja, hogy valakinek egy sérti esetleg a érzését, a jogát, emlékszik-e erre? Vagy már nem emlékszik a tartalmányosan? Ja, de tudom nagyjából, hogy mi a dolognak a lényege. És hát én azt gondolom, hogy ez a kommunikáció, amit a kolléganő tett az interneten keresztül, az nem helyén való. És ennek a szakmai és etikai oldalát szívesen nem mondom, erre én készültem, de nem akarom az eljárás menetét felborítani, tehát ezt én szívesen elolvasom, meg felmondom, mert hogy leírtam, hogy ne fogjon az idő túlságosan, meg el is tudjak mondani mindent, amit szeretnék. Nyugodtan elmondhatja, hogy azt kívánja elmondani, amit ő leírt. Igen. Mert akkor, ha azt elolvassa, akkor azt rögzítjük, hogy ő azt kívánja elmondani, amit felírt, és akkor nem írjuk le szó szerint a rögzítőkönyvbe. Lehet, igen. Lehet így? Lehet, és pendrive-ban el is hoztam, úgyhogy... Jó, akkor fel szeretném olvasni ezzel kapcsolatos álláspontomat. Az be tudja csatolni a bíróság részére? Be tudom majd csatolni. Be is tudja csatolni a bíróság részére. És azt elolvassa, és utána még esetleg kérdéseket. Így van. Jó. Nagyon szíves. Maradhatok így ülve. Köszönöm. Tehát a célom nem a tisztelt bíróság és az ügyészségnek bármilyen meggyőzése bármiről, lockdownról, oltási kényszerről, azok értelmetlenségéről, hanem egyedül annak bemutatása, hogy egy orvos ezen megtévesztésen át kellett volna lásson. Egy orvost jog mellett az etika kéne vezesse, különösen akkor, ha gyerekek oltásáról van szó, valamint annak bemutatása, hogy amit a Hefner Attilának ebben az írásában láttam, az nem egy légből kapott elmélet, nem megfontolatlan, hanem a mainstream-mel szembeni alternatív megközelítés, egy megnyilvánulása, a stílusát azt nem kommentálom, az az ő dolga, de úgy alapvetően, mint orvosi megfontolást vitára, mérlegelésre indokoltnak tartom. Kiinduló pontom az az alkotmánybírósági határozat, amely értelmében a tényállás csak olyan tény közlését fenyegeti büntetésre, amelyről az elkövetőnek a cselekmény elkövetésekor tudnia kellett, hogy hamis. Vagy amelyet maga feltétett el, és amely különleges jogrend idején védekezés akadályozására vagy meghiúsítására alkalmas. Hefner Attila helyesen állított szerintem, semmiképp nem hamisságot állított. Az oltóanyagok összetétele a mai napig ismeretlen. A gyerekek nem voltak veszélyeztetettek a Covid betegségtől. Oltásuk teljesen értelmetlen. A gyerekek semmilyen tartós előnyt nem kaptak az oltásoktól. És ez csupán kommunikációs trükk volt, hogy az ő oltásukra kényszerítettek, míg pedig az ugye, hogy nagyobb szabadsággal kecsegtették őket. Az oltások nyomán megnövekedett a halálozás, különösen akasztó, hogy a gyerekek halálozása és megbetegedése is növekedett. A nyájimmunitás egy mese volt, amelyet sehogy nem érhetett el a társadalom, de nem is lett volna védőhatása az interneten keresztüli oltás propaganda egy orvos részéről ilyen módon szerintem etikátlan, különösen a gyerekek esetére. A Covid oltások orvosi értelemben emberkísérletnek minősülnek. Egy orvos sem etikai, sem jogszabály alapon nem végezhet emberkísérletet. Nem biztathat és kényszeríthet oltásra a páciens
alapos tájékoztatáson alapuló beleegyezése nélkül. Kiskorú esetén csak is felnőtt szülő tehet tájékozott beleegyezést. Ha ismerné az orvos az injekció összetételét, hatásmechanizmusát, akkor is legalább fél órát kellene rászállni az egyetlen páciens tájékoztatására, hogy megérthesse a páciens, milyen a hatása, mellékhatása, esetleg súlyos következménye ennek az oltásnak. A gyermek esetén és az ismeretlen összetételű oltás esetén ez ugye fogalmilag kizárt. És akkor kiindulva néhány etikai pontból próbálom tovább értelmezni ezt az egész eseményt. A ősi hipokrátészi eskü számomra, mint orvos számára rendkívül fontos, tulajdonképpen a jognál is előbbre való. Értem ez alatt azt, hogy az orvos esküje birtokában az esetleges jogszabálysértés is felvállalva hűkkel maradjon az orvosi esküjéhez, lelkiismereti kötelességéhez, a betegek mindenek feletti védelméhez. Jog tévedhet, a valódi orvosi etika, a hipokrátészi etika tévedhetetlen. Az évszázadok alatt kipróbált orvosi etika különösen annak fő szabályai magasabb szintű irányelvek, mint egy állam esetlegesen adott helyzetre alkalmatlan hibás jogrendszere. Kisarkítva, egy orvos nem adhat be nyilvánvalóan, hogy akár gyanú szerint mérgezést, akár halált okozó kísérleti szert betegének. Vagyis nem ölheti meg a beteget csupán azért, mert a jogszabályok előírják neki. Vagy mert jogszabályokkal hibásan járványnak értékelnek egy helyzetet, vagy a jogszabályokat hibásan alkalmazzák. Az orvos ekkor is orvos kell maradjon, nem pedig jogkövető állampolgár, aki birka módra emberek életére tör, csak mert előjárói, parancsai vagy jogszabály értelmezések alapján úgy véli, hogy helyesen jár el. És akkor álljon itt néhány etikai szabályok közül, melyek megsértése napi szintű, és emiatt folyamatosan etikai eljárásokat lehetne indítani mindenki ellen, aki jelenleg a gondolkodását subbadóba asszisztál ehhez a világméretű merénylethez, mondván a kórházak kötött szerződése, az állam által az összeesküvés során hozott jogszabályát igyekszik betartani, vagy nincs bátorsága a betege érdekében esküje értelmében ellenmondani. Azt állítom, hogy az ilyen orvosok nem méltóak a fehér köpeny viselésére, és nem Hefner Attila követett el etikai szabálysértést, amikor erre felhívta a figyelmet a maga módján. Az orvos etika alapelvei közé tartozik a legfontosabb, hogy mindig jót tenni a betegnek, és nem ártani. Jelenleg a világ valamennyi országában, így Magyarországon is túlhalálozás, úgynevezett excess of death van, amely azt jelenti, hogy 21-22-ben az előző 5 év átlagához képest többen halnak meg, az Európai Unió szintén 16%-kal magasabb halálozást jelez átlagosan. Ez az átlagos szint azt jelenti, hogy vannak európai országok, melyek 30-50% többlethalandóságot jegyeznek. Ebben az európai adatban Magyarország többlethalandóságot jelentett szintén. 2021-ben 21,51%, 2022-ben 4,4% az előző 2015-19-es 5 év átlagához képest. Tehát többen haltak meg. Történik ez annak a világméretű oltási kampánynak a közepén, amikor azt ígérték, hogy azért kell oltakozni, ki nem próbált soha előtte tömegesen be nem vetett ilyen alakú kísérleti szerekkel, azért kell orvosok ilyen soha ki nem próbált oltásokat beadjanak, hogy a halandóság csökkenjen. A véleményem az, hogy az oltási propagandát, kampányt azonnal le kellene állítani, mert láthatólag a módszer nem működik. Ki kell vizsgálni, értékelni kell az eljárást, amelyet a beteg soha nem látott, WHO bürokraták erőltettek hazánkra, addig pedig minden orvosnak lelkiismereti okokból, etikai okokból ki kellene vonulni az érvényes etikai kódex alapján ebből a mondva csinált járványintézkedés sorozatból. A lakosság 1%-át sem veszélyeztető járványról van szó, amely a fertőzés normális fertőződés általi átélése 97,3
százalék egész életen át tartó ellenálló képességet eredményez a koronavírus valamennyi változata ellen. Ez az úgynevezett katartanulmánynak a lényege. Tehát még egyszer, ha valaki átéli a betegséget, ami ellen ugye a védőoltásokat rejágatják, akkor 97,3%-ban egész életében az összes variánssal szemben ellenálló lesz. Amikor ezt az eljárásrendet nem szabadna orvosokra és lakosságra rákényszeríteni, módban csinált etikai kifogások, és védjük egymást, társadalmi szolidaritás üzenetű, összetákolt, tudománytalan hibás propaganda üzenet alapján. Különösen nem szabadna gyerekek és fiatalokat azzal szédíteni, hogy szabadon bulizhatsz, élvezheted a szabadságot, így tudsz vigyázni a nagymamádra, stb. Az adatok azt mutatják, hogy nem a nem ártás, hanem az ártás kap bürokratikus támogatást jelenleg. És akkor itt néhány publikációt idézek, amit nem olvasok fel az idő takarékosság miatt. Itt például az első az Eurostatból van, ez 2022. júliusi közlemény, ami azt mutatja, hogy 16%-kal növekedett Európában a halálozás 2022-ben. Aztán van egy másik, egy ilyen ábrám, ami mutatja, hogy az európai országokban mindenütt, ahol az oltás ilyen nagy propagandát kapott, ott túlhalálozás van. Extrém sok, például Izlandon 55, Spanyolországban 36, Liechtensteinben 35, Cipruson 32, és így tovább. Magyarország itt 15,2%-kal szerepel ebben a kimutatásban. Aztán van egy következő publikáció, a COVID CFR-je, ami ugye a case fatal rate, tehát az eseti halálozási arány. Ez azt mutatja, hogy 1% alatti. Ezt a világ legidézettebb professzora Ioannidis írja le a MedArchiv nevű publikációs helyen, és ő a saját, illetve nagy publikációk meta-analízisével mutatta ki, 0,24%-ra teszi legrosszabb esetben ennek a betegségnek a halálozását, de vannak ennél még alacsonyabb számú közlemények is. Aztán a Katar tanulmány, amit említettem, annak is itt van a hivatkozás, és mondtam, hogy pendrive-on ezt leadom. Igen. Aztán van egy izraeli tanulmány, ahol azt derül ki a tanulmányból, hogy a természetes immunitás nagyobb védelmet és tartósabb védelmet ad, mint az oltás. Egyébként, mint orvos is tapasztalattal rendelkező ebben a időszakban, hiszen végig gyógyítottam és nagyon sok beteget láttam, azt tudom mondani, hogy ezek az oltások nem védték meg az embereket. Lehet, hogy valamely közleményekben leírták, hogy valami antitest növekedett, de maga a beteg az nem lett kevésbé beteg tőle, sőt, most már csak, szinte csak ellenkező előjelő tanulmányok vannak, ami azt mutatja, hogy minden, akit beoltottak, azok sokkal csökkentebb immunvédekezéssel rendelkeznek. Aztán itt van például egy táblát, vagy egy ilyen grafikon, majd ezt is ugye adom. Ez pedig azt mutatja, hogy 2020, 21 és 22-ben a mérések szerint mennyien voltak covidosak. És ez azt mutatja, hogy akiket beoltottak, azok 2022-ben a lehető legnagyobb számban voltak covidosak, tehát hogy ez folyamatosan növekedett a covidosságuk az oltástól. És ez nagyon sok országot, tehát ez egy elég átfogó, Ausztrália, New Zealand, Portugália, Itália, stb. Következő etikai pont, amiről szólni szeretnék, az egyenjogúság és a kölcsönös bizalom az orvos-beteg és az orvos-orvos kapcsolatban. A járvány propaganda kezdete óta megszűntek a szabad orvosi konferenciák. Maga az orvosi kamara rendezett például egy kongresszust, amelyre azonban nem volt szabad
előadást bejelenteni. Hiába próbálkoztam. Az általam szervezett orvosi konferenciára pedig hívás ellenére sem jött el egyetlen mérvadó orvosi társaság, hivatal vagy orvos celeb, ugye, akik mindig szerepeltek, csupán inkognitóban a közönség soraiban megjelentek. Négy ilyen konferencia volt egymás követő években. Mi szerveztük az első ilyen konferenciát a világon. Az orvosok nem nyilatkozhatnak szabadon a médiákban, csupán az a néhány, egy kézen megszámolható celeb orvos, aki ugyanazt a propagandát mantázza. Orvosok szakmai ellenvéleményt nem mondhatnak el, de még kérdéseket sem tehetnek fel. Ez a cenzúra, a lelkiismeret, a tudomány és az etika felett, nem pedig egyenjogúság és bizalom orvos-orvos kapcsolatban. Az etikai kódex negyedik pontja azt mondja, a beteg autonómiájának önrendelkezésének tisztelete. A beteg meg kell tudja határozni, hogy kér-e COVID-oltást vagy sem. Nem érheti ezért megszégyenítést, nem utasíthatják el az egyéb egészségügyi szolgáltatásait, műtétjét, szabadon kell döntsön. Nem mondhatja meg neki az oltáshoz egyáltalán nem értő intenzív osztályos orvos, hogyha nem veszi fel, akkor vele fog találkozni, mert praxisomban ilyen előfordult. Az ötödik pont azt mondja, hogy igazságosság. Messze menően igazságtalan az, amikor egy szakorvos elküldi a beteget, hogy nem csinálja meg az általa gyakorolt szakorvosi vizsgálatot, mert az illető nincs beoltva, és nem is akarja felvenni meggyőződése szerint mérgező oltást. Az orvosi hivatás alapvető törvénye az emberi élet tisztelete és védelme. A fogantatástól a halálig. Az emberi életet nem védi az, aki egy nem engedélyezett, nem kipróbált, nem bevizsgált, menőben új, eddig soha nem használt injekciós technikát, amely ráadásul génmódosító injekciót propagál, emberekbe beleszúr, a hatásról nem tájékozódik, aki a hatás megvitatására fel akarja hívni a figyelmet, azt igyekszik a hatalom eszközeivel elhallgattatni. Ő ezzel a cselekedetével egy totális rizikónak teszi ki a betegét, az életét veszélyezteti szándékosan, előre megfontolt szándékot ellenszolgáltatásért. Tehát ez egy alapvető pontja az én gondolkodásomnak. Nem lehet egy nem ismert dologról úgy kommunikálni, hogy azt nyugodtan felveheti bárki, pláne egy gyerek. Alapvető etikai normák maradandó, általános emberi erkölcsi értékeken, évezredes hagyományokon alapulnak. Nem függhetnek aktuális politikai, gazdasági irányzatoktól, az egyén pillanatnyi érdekeitől. Ez van benne az etikai kódexben, ami ugye most Magyar Orvosi Kamaránál van még, de nem tudja ezt ezügyben eljárni a kamara. Kívánatos, hogy az orvos megfeleljen az általános etikai normáknak, és ezt képes legyen egész életében gyakorolni. Az orvosokat pénzügyileg érdekelté tették a kísérleti oltások beadásában. A jelen idő politikusai asszisztálnak az úgynevezett új világrend programjának bevezetésében, amely az ember, gazdaság, társadalom ellenes felfogató szélsőséges, orvosokat pedig kényszerítik, valamint erőszakolják a programhoz való asszisztálásra. Ez a program, ez az új világrend program, ez nagyon sok helyen publikálva van, tehát ez nem egy ilyen mendemonda, vagy ilyen összeesküvés elmélet. Van egy Agenda 2030 ENSZ program, fönt van az interneten. Van az Event 201, ami lezajlott 2019 őszén New Yorkban. Klaus Schwabnak, Thierry Melleretnek, COVID-19, Great Reset, The Great Reset című könyve, illetve a VFA-tól is megjelentek ilyen, tehát ez a zöld, micsoda, világgazdasági fórum magyarul. Kiszolgáltatottság, az etikai kódex egy nagyon fontos pontja. Az orvos nem élhet vissza a betege kiszolgáltatott helyzetével, nem sértheti emberi méltóságát, figyelembe kell vennie szemérem és szégyenérzetét. Még kilátástalannak tűnő esetben is vigaszt kell nyújtani, erőt adva a betegének. Feltétlenül el kell kerülni a beteg tárgyosulását,
amelynek következtében esetté kutatás tárgyává vagy sorszámává vált. Na most a beoltottaknak semmi módon nincsen, semmi módon nincsenek számon tartva az oltóorvosnál, vagy az állam által. Semmint csak a beadott injekció kódjával, amelyet azonban nem az oltóorvos vagy az állam tart számon, hanem az oltóanyag gyártója. Egy olyan gyógyszerkísérlet, amelyben az oltóorvos azt se tudja, hogy mit ad be, mert nincs tudomás az oltóanyag összetételéről, azt se tudja, hogy a beadás után mi történik a beteggel, és azt se tudja, hogy valóban érti a beteg, hogy miért jó neki az oltás. Ugye ezt ki lehet számolni egy nap hányat oltott be egy oltóközpontban egy oltóorvos, és akkor lehet tudni, hogy azt a fél órát, amit tényleg kell ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi van ebben az oltóanyagban, mi hogy hat ez ő rá, azt nyilvánvalóan nem szánta rá. A beteg jóléte mindenek előtt ezt az elvet sem társadalmi, sem politikai nyomás, sem adminisztrációs kötelezettségek, sem kereskedelmi érdekek nem sértheti. A beteg jóléte egyáltalán nem érvényesülhetett, hiszen épp a társadalmi érdekre való hamis hivatkozás, épp a rendkívüli politikai nyomás és főként a kereskedelmi érdekek befolyásolták. Kényszerítés, munkahely elvesztéssel való fenyegetés, médiákon keresztüli fenyegetések, félelemkeltés érvényesült. Önrendelkezési jog. A beteg ellátásbeli önrendelkezési jogát az orvosoknak tiszteletben kell tartaniuk, mind annak személyes értelmében, mind pedig az egészségügyi ellátás során. Az orvosok személyes véleményüket, így különösen világnézetüket, vallási, filozófiai, politikai nézeteiket nem kényszeríthetik a betegre, annak ellátását nem tehetik semmilyen értelemben sem ezektől függővé. A beteg önrendelkezési joga ez esetben azt jelenti, hogy a szülő a tényszerű információk birtokában, hivatkozásukkal, alapos időt hagyva a tájékozódásra döntheti el szabadon, hogy mit engedélyez és mit tart helyesnek a gyerekének, nem pedig egy magánvélemény által kényszerítve manipulálva a gyereket, megkerülve a szülőt. Egyenlő bánás. Az orvosoknak az egészségügyi ellátás nyújtása során el kell kerülniük a diszkrimináció minden formáját. Megértett tájékoztatás, ugye erről már beszéltem többször, az egészségügyi ellátás nyújtása során a megértett tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének formális jogszabályi kötelezettségek betartásán túl úgy kell érvényesülnie, hogy az érintettek szakmailag valóban elfogulatlan információk birtokában hozhassák meg döntésüket. Mennyi a mellékhatás? Mennyien haltak meg? Ez egy kísérleti szer, amelytől meg lehet halni. Hogy miért mondom ezt, azt is mindjárt el fogom mondani. Semmilyen adat nem bizonyítja, hogy bármit is segített volna egy járvány megelőzésében, különösen azoknak nem, akiknek a Covid által súlyos megbetegedésének valószínűsége közelít a nullához. Itt van egy táblázat, amit ettől a Ioannidis professzortól emeltem ki. Itt látszik, hogy különböző kor, ugye 0-tól 19, 20-tól 29, stb. 70 év felett, és milyen halálozási rátája van a fertőzésnek. És ebből látjuk, hogy a legmagasabb a 70 év fölött 5,5%-os, a legalacsonyabb 0-tól 19 évig, tehát a gyerekek és az ifjúság 0,0027%. Tehát kvázi nulla. Gyógyszer. Ilyen fejezete is van az etikának. A beteget fel kell világosítani az adagolás módjáról, a gyógyszer várható hatásáról, mellékhatásairól, az eszköz használatáról. Az orvosnak meg kell győződnie az általa rendelt gyógyszer hatásosságáról, és hatástalanság vagy mellékhatások észlelése esetén, amennyiben tudomására jutott, kezelésen időben változtatni kell. Hát semmi ilyen nem történt. Tehát azok az oltóorvosok, akik beadták legismeretlenül ezt a szert, fogalmuk nincs, hogy negyed óra múlva, két óra múlva, öt nap múlva, hat hónap múlva mi történt ezzel a beteggel, vagy ezzel a személlyel, aki beoltotta magát. Etikai védség a nyilvánosság számára kísérleti stádiumban lévő szerekkel kapcsolatos minden nemű tájékoztatás, különösen ha ezzel bizonyos betegségek gyógyításának illúzióját lehet kelteni.
Ez van az etikai kódexben. Gyógyszerrel kapcsolatos tájékoztatás során nem lehet ismert személyekre, testületekre befolyásolási célra hivatkozni. Az orvosoknak, kórházi osztályokon és oltópontokon el kell mondaniuk az oltakozni szándékozóknak és az oltakozni szándékozók szüleinek, hogy a beadott injekcióktól meg lehet halni. Ezt mutatja a Weyers adatbázis, ez az amerikai hivatalos oltás mellékhatási adatbázis, amely szerint eddig, most néztem meg az este, 36.231-en haltak meg az oltást követően szeptember 15-i állás szerint. Csak az USA-ban, és az a valós eseteknek alig az 1%-át mutatja. Ugyanis vannak tudományos közlemények arra, hogy ennek ugye van egy procedúrája, hogy hogyan jelentik be az emberek, hogyan mennek vissza az oltóorvoshoz és így tovább, és ezt nagyon sokan nem vállalják. Olyan sokan, hogy a valós esetnek csak az 1%-a kerül föl. És eddig 36 ezeren meghaltak az USA-ban. El kell mondaniuk, hogy az oltások nyomán sérülhetnek a fenti adatok alapján nagyon sokan. Hát itt sok százezren vannak, akiknek a sérülése itt van ebben az adatbázisban. El kell mondani, hogy a világ szinte valamennyi országában túlhalálozás jött létre az oltások nyomán, így Magyarországon is. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy az oltás valóban a javát szolgálja. Ezek után tudná a beteg megfontolni, vagy az ő szülője, hogy akarja-e, hogy oltakozzon. Ezt nemhogy nem mondta el a kolléga, hanem épp az ellenkezőjére biztatta egyoldalú szubjektív érvek alapján, felhasználva orvosi és politikusi tekintélyét. Ja, nem, bocsánat, ez nem ide tartozik. Ezt kiemeltem a szövegből és az én szövegemből, de ez nem tartozik ide, ez a politikusi tekintély. Kutatás. A jelenleg zajló oltakozási program egy emberkísérlet, tudományos kutatás megcsúfolása. Az van az etikai kódexban, az emberen végzett orvostudományi kutatásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések vétkes megszegése egyben kirívóan súlyos etikai vétségnek minősül. A kutatást csak szakmailag felkészült kompetens orvos vezetheti az emberen végzett vizsgálatokért, azok jogszabályoknak való megfelelőségért, az orvos etikailag is felelős. Az orvos felelős a résztvevő személyekért és a vizsgálatok kifogástalan szakmai feltételeiért. Az emberen csak olyan kutatás végezhető, amelynek fontossága arányos az elkülethetetlen kockázattal. Alapelv, hogy az ember érdeke mindig előbbre való a tudomány hasznánál. Szabatolni kell a résztvevők jogait, titkait, személyiségi jogait megőrzését, biztosítani kell a döntési szabadságukat és azt a jogukat, hogy beleegyezésüket bármikor visszavonhatják. A részvétel megtagadása nem lehet a beteg számára hátrányos. Az orvosnak folyamatosan mérlegelnie kell az új eljárások hasznosságát és kockázatát. Na, ez a mérlegelés, ez egyáltalán nem történt meg a mai napig. Hát itt volt most, tavaly nyáron szüntették meg ugye a járványügyi vészhelyzetet, eltelt több mint egy év, semmilyen értékelést nem látunk arról, hogy milyen haszna volt ennek az egésznek. Amennyiben kiderül, hogy az eljárás a résztvevőket veszélyezteti vagy eredménytelen, abba kell hagyni. Ez azt jelenti, hogy az orvos egy új eljárást, mint amilyen a forgalomban lévő kísérleti COVID-injekciók folyamatosan értékelnie kell. Nyilván csak akkor tudja megtenni, ha valamennyi beoltott állapotát nyomon követi és statisztikákat készít az állapotukról. Mivel jelenleg Magyarországon ilyen nyomonkövetési rendszer nem létezik, ezért ezt a nyomonkövetést az oltó orvos maga kellene megtegye. Az eredmények vagy az eredmények hiánya alapján a kísérleti szerrel való injekciózást rég le kellett volna állítani. Ez a felelős, etikus orvosi gondolkodás, ha ez nincs meg, akkor az orvos etikátlanul jár el. Egyértelműen kimondható orvos szakmailag. Az a beoltott személy, akinek nincs alapbetegsége, különösen egy egészséges gyerek, mégis az oltás következő egy éven belül ismeretlen ok miatt meghal, az oltás áldozatnak minősítendő egészen addig, míg be nem bizonyítják az ellenkezőjét. Ezt nem én mondom, hanem dr. Peter McCullough, egy amerikai neves kardiológus, aki a Kardiológiai Társaság elnöke volt hosszú időn keresztül. Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy azt a beteget, akit alapbetegségeivel oltás után egy éven belül elhalálozik, ki kell vizsgálni, hogy lehetette közel az oltásnak a halálához.
semmi ilyen nem történik, meg azt sem tudjuk, azt is milyen titokba tartják, hogy egyáltalán oltott volt-e, akit éppen a médiák felfújnak, hogy meghalt. Nagy eséllyel igen, hiszen nagyon sok statisztika van már olyan országokból, ahol számon tartják az oltottak és az oltatlanok halálozását. Egyértelműen ki kell jelenteni, és sokkal magasabb, tehát ilyen 80-90%-a elhunytatnak oltott. Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy azt a beteget, aki ő maga is meg van győződve arról, hogy a betegsége a régi betegségének súlyosbodása, új életet korlátozó tünetei az oltás következtében alakultak ki, azt a gyógyszergyári érdekektől független, semleges szakértői csoportnak ki kellene vizsgálnia. Valamennyi kutatásban, ez is az etikai kódexben van, valamennyi kutatásban biztosítani kell a résztvevők önkéntességét, személyes érdekeit és azt, hogy kísérletek alatt is megkapják a már bevezetett és szükséges diagnosztikus és gyógyító eljárásokat. Minden orvos tudja, hogy a résztvevők 70-80%-a nem önkéntesen vett részt az oltási programban, hanem kényszerítések hatására. Elvesztik a munkahelyüket, nem tud utazni, és így pihenni, vagy a családot látogatni, vagy munkáját végezni, elveszíti üzleti partnerét, elveszíti a tanulás lehetőségét, baráti társaságát, a gyerekek esetén a bulizási lehetőséget, ez volt egy nagy vonzerő a gyerekek oltásánál. Így nyilvánvaló, hogy az oltások beadása megkövetelése a kísérleti programon belül nem etikus eljárás. Minden orvos, aki részt vett a beadásban, propagandában, az etikai vétséget követett el véleményem szerint. Etikátlan olyan kutatás végzése vagy orvosként abban való részvétel, amelynek kapcsán a beteg hatékony kezelését felfüggesztik, vagy leállítják, anélkül, hogy az új kezeléstől a beteg számára észszerűen várható lenne bármilyen egészségnyelés. Tehát sajnos itt rengeteg lehetőség volt a betegek kezelésére, amiket teljesen mellőztek, azért mert mondván az oltásra minden megoldódik, hát nem oldódott meg semmi. Sőt, egyre több oltást akartak ugye kényszeríteni. Ha a beteg visszautasítja a kutatásban való részvételt, ez rá nem járhat semmilyen hátrányos megkülönböztetésre a további kezelés során. Hát én ezeket szerettem volna elmondani, ezek az én állásokat. Ez is úgy tört, igen, így a teljesen megviszerez. Nem látom, amit elolvostam, az a borulmás. Az egy mondatot, ha a derka keresztül tudná. Persze. Én csak itt szeretnék a Tamosi doktorunktól megkérdezni, hogy ugye nem mondta el, szerintem neki van olyan végzettséges, ami a társadalom, csak legyen szíves már elmondani, hogy mi ez, ami miatt ennyire tud ezzel foglalkozni, tehát a belgyógyászaton kívül. Igen, ez nagyon egyszerű, két szakvizsgám van a belgyógyászat szakvizsga és a népegészségtan szakvizsga. Népegészségtan szakvizsgát lehetett orvosoknak az egy kiemelt területük, hogy a társadalom egészségével foglalkoznak. Folyamatokkal és különböző behatásokkal, amik a társadalom egészséget befolyásolják. Ennek értelmében azt biztosan el tudom mondani, hogy ezek a túlhalálozási adatok, amik most látszanak minden ország esetén, ezekre nincsen logikus, észszerű, más társadalmi hatás, magyarázat, mint a tömeges oltások. Akinek van, az el kéne mondja, hogy valamilyen fórumon ezt meg kellene vitatni, mert romlik a halálozás minden évben, és ez nincsen kivizsgálva, vagy nincsen erre semmilyen egyezmény. Köszönöm szépen. Van-e úti költségigénye van-e? Nem, köszönöm. Akkor köszönöm a megjelenésület, mind a kettőnknek elmondani. Köszönöm, Bocsás. Köszönöm. De hogy jön ötön, akkor maradhatunk is természetesen. Nincs? Viszontlátásra. Köszönöm, hogy eljött viszontlátásra. Köszönöm.
Megnézzük, hogy igazán 14-ről 30-ig tárgyal otthonságban van-e a vádlottal technológiában? Nem vagyok otthon. Érdekel, nem, hogy ilyen fogoknak érzi a hallással a szemben, tehát kalapszita rá? Nem, nem csak sem. Tehát érdekel, akkor a tanítóoknak sem szintén nincsen körülni, akadályok. Ezt a kontrolit figyelmeztet be, az alábbiak szerint. Hát a vélem mindig támaszta a tanítói történik kihallgatását, a bejegyzítődése, különösebben kötelező az idézés, és mivel tanítóként hallgatott egy bíróság, ezzel összefüggésben figyelmeztetve, a tanulvallomást megtagadhatja az azt megalapozó körülmények a bűncselekmény elkövetésének az időpontjában, vagy jelenlegekben állnak, a vallomás lesz köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani, a hamis tanúzást és a vallomásvétel jogosulatlan megtagadását a büntető törvényként büntetni rendeli, a vallomás lesz, a vallomás az adókügyben, tehát a jelenlétben, hogy más ügyen bűnösnési eszközként felhasználható, akkor is, ha a későbbében a vallomásvétel megtagadja. Megértettem a figyelmeztetéseket. Tudomásul vette. Aztán, hogy megkérdezik, ismeri a vádlottat, egy narratívát? Igen. Milyen kapcsolatban van a baráti ismerettségi? Hát régi kapcsolatban vagyunk, hagyományőrzők vagyunk mind a ketten. Én Egerben vagyok, egy honfokos szövetségnek a vezetője, ő pedig Miskolcon. Igen. És elévén régóta ismerjük már egymást. Ez baráti kapcsolat is, vagy csak ismerettségi? Baráti kapcsolatot is lehet mondani. Azt szeretném megkérdezni, hogy azokkal a Facebookos bejegyzésekkel, amiket a vádlott tett, a doktor Unozó beállta Zsuzsanna Facebook fiókjával összefüggésben, erről van-e tudomása önnek? Hát ezt most tudtam meg, tehát vagy korábban, amikor elküldte nekem, mert elküldte nekem, tehát én ismertem már régebből az anyagot, így mondanám. Régebb ismertem az anyagot, mert a vándor elküldte a részemre. Orvosként dolgozik. Igen. Orvosként dolgozok. Azt szeretném megkérdezni, hogy tehát korábban 2021-es évben ezekből nem volt tudomása? Csak amikor a vállalat megküldte ennek? A 2021-es évben, tehát májusban ezeket a bejegyzéseket megküldte. Hát egyszer megkaptam, nem tudtam, hogy úgy lesz belőle, csak emlékszek rá, hogy egyszer megküldte nekem. Nem foglalkoztunk vele, mert ebből nem gondoltuk, hogy bármi is lesz. A Omozó Beáta Zsuzsannát, vagy a Pöviskei Pétert ismeri? Személyesen nem. Csak az iratokra? Csak a papír alapján ítve. A Dr. Omozó Beáta Zsuzsannát, vagy a Pöviskei Pétert nem ismeri, személyesen csak az iratokból. Egyébként ön egyetértett a vádlottnak a bejegyzéseivel? Egyetértek a bejegyzéseivel. Részletesen vagy nem? Majd egy kérdéset a válaszol. Elmondhatja azt is, hogy miért? Igen. Hát én magam ortopédsebész, traumatológus, ortopédsebész és traumatológus háromszakvizsgám is van. Én nagyon hamar bekapcsolódtam ebbe az egész járványügybe, tehát 2020-tól, ahogy beindult már akkor, kapcsolatba kerültem külföldi orvosokkal, akik egy az egybe küldtek nekem Svájcból, Amerikából szakmai cikkeket. Tehát én végig követem ezt a járványt, és végig amellett voltam, hogy ha megjön az az idő, ne kelljen oltani, ne lehessen oltani. Úgyhogy engem azért háborított fel ez a cikk, amiben ugye Facebook oldali cikkbe, hogy ő gyerekeket próbál rávenni arra, hogy oltani lehessen. Holott a kezdeti pillanattól fogva én nekem 100-nál is több videóm megjelent, rengeteg anyagom megjelent, és ma egy betűt, egy mondatot nem kellett még visszavonnom abból, amit akkor mondtam. Tehát a járvánnyal kapcsolatban, a vizsgálatokkal kapcsolatban, az oltásokkal kapcsolatban. Bármilyen mondatért ma is állom a sarat, mert nem változott. És ugye én úgy gondolom, hogy mint kollega, orvos vagyok, amellett ugye én egyetemen tanultam járványtant, tanultam virológiát.
És engem azt háborított fel, hogy az alapszabályokat, amit megtanítottak velem, azt láttam borulni a járvány kapcsán. Tehát ilyesmit, hogy járvány alatt oltani, ilyet el nem tudtam képzelni valaha is, hogy ilyet be lehet vezetni. Hiszen az oltás elveszi az immunrendszernek mondjuk a 30%-át. Ha most van egy járvány, legyengültek a betegek, legyengült mindenki, vagy például öreg otthonokba oltani, ez elképzelhetetlen, nem lehet szakmailag megmagyarázni. Mindent a vészhelyzetre magyarázom. Tehát oltásügyben én végig ellene voltam. Én a Heves megyei orvosi kamarának is a vezetője voltam már 6 éve. És én a más álláspontot képviseltem a kamarán belül. De ott a hivatalos állami vélemény kerekedett fölül, és engem ki is föl is függesztettek fél évre a kamarából. Majd fél évre nem tudtam dolgozni, mert nem vettem föl az oltást, amit kell. Én végig úgy csináltam, hogy például nem maszkoltam. De én elmentem a Covid szakrendelésre, és megnéztem minden beteget, mindent levezettem, mert bennem nem volt félelem. Én itt azt látom, hogy az egész járvány mögött a félelem áll. Az pedig pont az ilyen médiával és az ilyen cikkekkel, például ez is, amivel itt van, ilyenekkel lehet ezt elősegíteni. Én ebbe a kis bejegyzésbe, cikkbe azt látom a legnagyobbnak, hogy ez egy félretájékoztatás tulajdonképpen. Megsérti a tájékoztatásnak a szentségét, így is lehet mondani, mert nem beszél a szövődményekről. Tehát annak idején, mikor a Pfizer oltást elindították 2020. decemberében, akkor megjelent egy oldalas, legalább 25-30 mellékhatással, pontosan már nem is tudom mennyi volt akkor, amiben súlyos életveszélyes halált okozó is. Én, aki kollégáimmal összekerültem, én mindegyiket kértem, hogy ha elmegy oltani, akkor vigye magával, ezt kinyomtattam ezt a papírt, vigye magával, és minden oltottnak mutassa meg, hogy ezekkel a szövődményeket járhat, mert így kerekedik. Én Attilának azt látom, és azért tartom fontosnak ezt, hogy figyelmeztetni az orvosokat, hogy ne menjenek bele ilyenbe. Tehát, ha nem mondom meg, hogy milyen mellékhatásai lehetnek ennek, ugye később jött ki, hogy majd ugye nem lehet semmi ilyenek is, de ez a vészhelyzetre hivatkozólag. De az elején pontosan le volt írva, milyen kardiológiai, milyen egyéb hatásai vannak, agyi és egyéb történései vannak. Csak egy pillanatot elmondok, tehát egy oltásba mRNA-t adnak be. mRNA-ből, amit baktériumokba állítanak elő, tehát ez egy lipidburokkal körülvett kódrendszer, amivel fehérjét lehet a tüskefehérjét előállítani. Ebből 16,5 billiárd mRNA-s ment be egy oltásba. 35 billiárd sejtjünk van, és 45 ment a Modernával. Tehát ez bármelyik sejtet érintheti. Tehát olyan megterhelés, ezek nem természetes dolgok. Tehát ha az ember utána megy és követi ezt, akkor el rá kell jönnie, hogy ez egy óriási dolog, ezt az oltást elkészíteni. Ami fontos, amit el akarok mondani mindenféleképpen, tehát kísérleti oltás. Ma is harmadik fázisban van, tehát még nem értük el a negyedik fázist, 2024-ben érjük el. Onnantól válik egyszerűbbé az oltás, hogyha a negyedik fázist eléri. Az összes anyagot, amit szedtek a oltások során, és kielemeznek, az csak 2024-ben, amikor eléri a negyedik fázist, akkor köteles a gyógyszert jár nyilvánossá tenni. Tehát gyakorlatilag semmi hivatalos adatunk nincs, hogy milyen hatásai lehetnek ennek az oltásnak. Ma legálisan nem tudjuk, csak úgy kikerül, bíróságok kérnek ki, és így kerülnek ki bizonyos adatok, amik kikerülnek. Tehát az, hogy én egyébként Hefner Attilát egy jó újságírónak is tartanám, méghozzá olyan, aki oknyomozó újságíró, aki utána néz, és nagyon alaposan megnézi azokat a dolgokat, amiket leír, pontosan utána jár, cikkeket félreteszi, tehát most is hiszem, hogy minden meg tud mutatni, minden betűt, amit benne van, amit erről van szó. És bennem is szabadultak fel néha ilyen érzések, hogy keményen föl kell lépni,
mert emberi életekről van szó. Az oltás maga az emberi életeket is veszélyeztetheti, de elsősorban a gyerekoltásokat. Csak idézek itt, amit hoztam kis anyagot, abból ugye, hogy a CDC-nél megjelent amerikai ugye, betegség megelőzési központ. Az USA egyetlen egészséges gyereke sem halt meg COVID-19-ben. Ez az alap. Egyetlen egy egészséges gyereke nem hal meg COVID-19-ben. Csak, hogyha már cukorbetegség, elhízás, stb. Ezek lépnek fel. Tehát ez nem veszélyes. Ugye a nagyon fontos, amit szintén, hogy családnak és szülőnek kell dönteni. Én istenfélő ember vagyok, és engem az is zavart nagyon, hogy ugye a szabad véleménynyilvánítás, szabad akaratot elvették a vészhelyzettel az emberektől. Ezt nem lehet, ez Isten joga az embernek, és az Isten a családot alapít, és a családban a szülőnek kell eldönteni bármilyen oltásból, hogy beveszi a család, vagy nem veszi be. Semmilyen másra nem lehet hivatkozni, szemembe ez a meghatározó a mai napig is. Családnak, szülőnek kell dönteni, és ez a cikk, ez pont arra mutat, hogy ugye megkerülve a szülőket, hanem a gyerekeket csábítani arra, hogy jöjjenek ide és oltassák magukat. Pedig ezt nem szabad, mert a szülői beleegyezés, a szülő viseli a jogot mindenre. Ha csak belegondolunk abban, hogy ugye oltás mellékhatásként keletkezik bármi a gyerekbe és nem hal bele, hanem problémák lesznek, azt a szülőnek kell végigvinni az egész gyereket, egész élete korán, egész élete során neki kell ugye végigkísérni ezeket a dolgokat. És az nagyon fontos, ugye most már egyre jobban kiderül, hogy szívben milyen hatásokat okoz. Tehát miokarditis és endokarditis a szívben az oltás. És emiatt csak fölül van figyelmet arra, hogy az orvos kollégáknak is, a két orvos kollégának is, hogy nincs enyhe szívizomgyulladás, hogyha a gyerekkorba kapom meg. A gyerekkorba ugyanúgy kifejlődik a heg, és egy életre szóló károsodást szenved a gyermek, tehát egész életében szívbeteg lesz, nem tud teljesítményt hozni, és nem tud semmit csinálni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, és a gyerekeknél azt is láttam, hogy átesett a gyerek. Mert ugye ez is alap dolog, amit én tanultam biológiából, a nyájimmunitás. A nyájimmunitást nem oltással. Oltással nem lehet nyájimmunitást elérni. Oltással csak úgy lehet nyájimmunitást elérni, ha átesünk rajta. És a gyerekeknél, aki átesett, még azt is beoltották, pedig ez már nagyon-nagyon nem jó dolog, hiszen ő már védetté vált. Itt Magyarországon a politika avatkozott bele ugye a járványba, és politikai dolgokra hivatkozva az orvos kollégák tettek meg olyan dolgokat. Én például engem is, mikor dolgoztam, megkértek, hogy oltsak én is, sőt köteleztek, de elmentem az igazgatóhoz, hogy én nem fogok oltani, mert nem értek fel egyet, és fölmentettek, és nem kellett oltani, és maradhattam még akkor a kórházba tovább, amikor ez volt. És a doktornőtől is megkérdezném, hogy ő tájékoztatta-e a beoltottjait azzal, hogy milyen mellékhatásokat okozhat-e a dolog. És utána a másik kérdésem az, hogy után követte-e. Mert én azért is nem vállaltam, mert nem lehet tömeges oltásokat vállalni, mert pontosan megvannak a szabványok, hogy egy hét múlva, két hét múlva, egy hónap múlva vissza kell rendelni, és meg kell nézni, hogy vannak-e oltási szövődményei. Én magam kórházban dolgoztam, és amikor a kórházi dolgozókat beoltották tömegesen, majdnem mondhatom, hogy minden harmadik, negyedik kórházi dolgozó vagy az oltás után rögtönbeteg lett, elment táppénzre, otthon maradt, tehát rengeteg szövődményt láttam saját szememmel közvetlenül az oltás után, ami bekövetkezett a kórházakban, ahol én dolgoztam. Tehát én úgy gondolom, hogy nem volt jó ez a cikk, ami, vagy ez a kis Facebook beírás, ami van, mert pont olyan dolgokra hívja, vagy próbálja a fiatalokat, ugye körülmű volt a fiatalokat rábeszélni, hogy koncertre részt vegyenek, stb. Stb. Ezeket a politika csinálta, hogy akkor az igazolványra felegetni valami sokkal jobban, alaposabban kell. Én az egész orvosi munkámat azért jutottam ide, és azért vagyok ma itt,
mert a hipokratészi eskült alapoznak. Engem nem érdekel, hogy jönnek, ugye, mert majd az orvosok most már elindulnak a perek külföldről, már rengeteg perek indultak az oltó orvosokkal szemben. A szövődmény is meg tudja támadni, hiszen a gyógyszerszégek nem vállalnak felelősséget, az állam nem biztos, hogy vállal egy felelősséget. Az orvosoknak nagyon át kell gondolni ezt, hogy továbbiakban is itt vannak az új oltások, mert a monooltás most ugye szeptember 11 hétre. Tehát újra itt vannak a gyógyszerek, a politika megy tovább, hagyja ezt. Ki kell nyitni az orvosoknak a szemét, azért is jövök el és mondom el, vagy mindenkinek, aki jogi szakember is, hogy tudja ezt, mert a Nürnbergi kódex, mikor volt a Nürnbergi törvény, akkor nem csak azokat ítélték el, aki beadta azt és aki beadta az orvost, hanem aki jogi részen részt vett az előkészítésbe, aki szállította az injekciót, bármit lehetett csinálni. Tehát ennek a lehetősége is fönnáll, tehát nagyon át kell gondolni. Most már azért nyílik a lehetőség, csak idézek Fritz Tamást, azért mindenki ismeri Fritz Tamást, a Magyar Nemzetben megjelent egy cikket, és kimondta, hogy a oltásség károsító. És felkéri a kormány meg mindenkit, hogy foglalkozzanak az oltottakkal, mert az oltottak betegek. Akkor idéz Németországból, hogy súlyos vakcina szövődmények 40-szer több volt, 40-szer több volt, mint amire számítottak, így mondják, vagy amit gondoltak volna. De ugyanez van Angliában, Holandiában, Ausztráliában. Tehát a politika is ébred, mindenki ébred. Én ezt a, hogy ebbe most találni bármit is, nagyon nem tartom jónak, mert már őre az idő, és minden amellett szól, hogy igenis el fognak indulni az oltóorvosok a terek, ennek már semmi jelentősége nincs, vagy legalábbis nem olyan, amivel ezzel kéne foglalkozni, hanem az oltottaknak a felébe. Röviden ennyit szerettem volna mondani, és ha kérdés van, akkor azt kérdés van. Az ön véleménye szerint, az látta a vállalatnak a Facebook-os bejegyzését, amit címzett a vonozó doktornőt, hogy megosztottak. Akkor az ön szerint ez a járványügyi védekezés, ez a bejegyzés, ez nem akadályozta? Nem akadályozta semmiféleképpen. Semmiféleképpen nem akadályozta a bejegyzés. Sőt, ahhoz, hogy más orvos is elmondolkodjon ezen, hogy megteheti ezt, én ezt jónak tartottam, mert ha másból nem, ilyenből kell az orvosnak elgondolkodni, hogy vállalja ezt. Érthető, mert az oltás azzal is jár, hogy beoltom és után követem. Ki követi után? Tömegesen nem lehet oltásokat. Mindennek megvan a halálos veszélye is. Tehát ezeket mind mérlegelni kell az embereknek. És itt az a baj, hogy én a hipokratészi esküvre hivatkozva azt mondom, hogy én nem protokollok szerint gondolkodok ma sem. Én tapasztalatról, műtéti tapasztalatokról, mindenről is azt. Nincs ilyen, hogy protokoll. A protokoll oda vezetett, hogy a covidos betegek, akik lélegeztető gépre kerültek, itt Miskolcon hónapokon keresztül 100%-ban meghalt. Ágosan mondjuk 90-95% volt. 21. században ilyet nem lehet elképzelni, és nem lehet kibújni alól az orvosnak, hogy 21. században, és ennyi betegen meghaljon, mert ilyen nincs. Egy kolera járványban, hogy valamiben meghalt 10-20%-on. Pestis járványban régen meghalt 10-20% a falunak, vagy valakinek, és nálunk 95%. Tehát nem jól csináltunk valamit, tehát ez a hipokratészi eskü azért fontos, és erre az embereknek fölül benne van, hogy milyen szere, ne ő. Tehát ha súlyos szövődmény vagy valamit látok benne, akkor ez igenis szembe kell menni az állammal, szembe kell menni mindennel, mert a beteg érdeke az első, és ezt nem tették meg, igen, tessék. Tehát akkor az önmi álláspontja szerint egyáltalán nem állították valóban tény a vádot, és inkább a járványi védekezésre kitogott rá, hogy nem feltétlenül kell beoltani. Így van. A nyáimmunitás minden, tehát nem az oltáson múlik. Mint ahogy Beisztis azt mondta, hogy ma már 3 havonta kéne oltani, azt akarom, hogy valaki. Ugyanis az immunrendszer úgy működik, hogy az antitestek 1-2 hónapig emelkednek, 2 hónap után lecsökkennek, már a 3. hónapban újra kéne oltani. De rengeteget tudnék mesélni róla, hogy működik ez a rendszer. Az a baj, hogy a kollégák megelégszenek a média, mainstream médiának a közleményeivel, pedig ez nem, ha szélag megnézem alaposabban, ugyanilyen kutatások vannak, csak mondok egyet, a Lancet folyóiratban most legutóbb megjelent egy cikk,
hogy fölboncoltak vagy 350 embert, és nézték válogatott esetekben, mint fiatal volt 40 év körüli, hogy van-e kapcsolata a oltás, és a megoltottak közül, és az oltás és a halál között. És kijött, hogy 75%-os kapcsolat van az oltás és a halál. Megjelent a Lancet, a leghíresebb folyóiratban a cikk, ment a nyomdába, nyomdába ment egy telefon, egy órán belül leállították a cikket, és azóta se jelent meg a cikk. Így működik. 3-4 orvosi bizottságon keresztül megy, míg egy cikk megjelenik. Csupa szakember nézi meg, szakmailag ellenőrzik, és csak akkor megy a nyomdába, ha mindenki hozzájárul. És jön egy telefon, visszavették, és a mai napig ezt a cikket nem kötötték. Így működik a medszer. Ezért tartunk itt. Tehát élménye szerint a tárgyunk a hozzászólása nem akadályozta, nem veszélyeztette a járványi működést, sőt, beírta a figyelmet. Tökéletes, igen, pontos. Igen. Van egy kérdése egész úrnak, van egy kérdése egy ügyvéd úrnak. Véd a bánatnak van egy kérdés, ahol részlés. Nincs. Akkor köszönöm szépen a megmondásokat, mindjártnak. Van-e önnek szüksége úti költségeknek? Köszönöm akkor a megjelenésüket, tanulok el is áldozatnak, ahogy gondolják szóval. De alapnak is lehet a tárgyalók rendben. Van egy bizonyítási indítványozódésünk. Ugye csizelgási indítványozódásunk nincs. Mi már azok a bizonyítványok megnyújtott videók lejátszása, illetőleg az írottanak bemutatása. Ezt követően végül indítványozom az általán begyújtott felvédelet feljátszását és az írókanyagnak a bemutatását. Melyik írókanyagról gondolom? Ugyanott a pendrive-on, tehát a pendrive-on két alapvető mappa az ilyenet, illetve a cikk. És ennek a bemutatását? Igen. És a pendrive-on az alapvető bemutatását kérem. Viszont hát az önvárosok vizéről kívánok. Ezt követően önnek van a bizonyítás, mint nagyon csatlakozik a régi indítványhoz. Tisztelt Bíró úr, azóta, mióta ezt az USB-t én személyesen hoztam be, jegyzék van egyébként felvételre, hogy mi van rajta. Azóta azért csak kb. 3 vagy 4 olyan tudományos biokémikus például cikkjelen, videófilm készült, ami talán még a Lekonat Tamásnak a kutatóorvosnak is komolyabb. Tehát, ha a lehetőség van, és a videó igényli, és úgy gondolja, akkor felhívnám a figyelmet az UEFA-n lévő Facebook csoport, a Pfizer mellékhatások csoport, ugye 60 kiemelt ügyészülnek is, és a tisztelt bírónak is, hogy ezt működik, 250 ezer tag, folyamatosan jönnek a mellékhatásokra a panaszok. Ez nem én találom ki, név leinformálható. Ez egy zárt csoport, akár be is lehet lépni, én bent vagyok, privát csoport. Folyamatosan jönnek, tehát amelyeket én most itt az USB-n mellékeltem, az egy 3-4 hónappal ezelőtti verzió. Azóta százával jönnek. Én ezt szeretném bizonyítani, hogy már pedig az én kijelentésem az igenis nem volt régi. És ezt csak úgy tudom bizonyítani, hogyha bizonyítom azt, hogy bizony nagy dolgok vannak az országban. Végül, ám a becsatolók, bentányban végül
felvétel, valamint azon lévő adatok bizonyos körülbelül bevonással tanítottak. Ezt követően a tárgyalás érdeklődőnek minden dolgokon a TESZ-kor vezetőt. Köszönöm, hogy ez a legyen is. És az ökönyvben és akkor idézve az új hatámnak a fárdalat és a végén. Amennyiben úgy részlelik, hogy a jegyzőkönyvben nincs benne minden, természetesen jelezhetik. Ami nincs benne, azokat lefőzik és kérdezik, hogy nincs a jegyzőkönyvben. Mert azt mondtam, hogy azt kell bele, hogy nem szeretném a kell. Köszönöm, hogy én szeretnék kérni. És akkor jegyzőkönyvet? Jegyzőkönyvet. Ügyészkönyvség, és akkor ön is szeretnék. Mindenben lehet, igen. Szeretnék. A sajtó részéről nem lehet kérni. És akkor tájékoztatom arról is, hogy a jegyzőkönyv szerintem olyan október 10-e körül fog elkészülni, tehát október 10-e után várható majd a jegyzőkönyv megküldése. Tehát Bridó, szeretnék valamit kérdezni, hogy nem is nagyon fontos törvényeket, de hogyha az ismeretség körömben akár erről, hogy itt mi történt, tájékoztatást adhatok arról, hogy mit történt. Természetesen. Tehát nem számít földésértés, mert az, hogyha mondjuk egy társaságban, vagy egy megosztásban házlatol. Tehát egy tárgyalás nyilvános. Tehát azt mondja, a bárki bejött ide, amit ön elmondod, hogy ön véleményed. Köszönöm szépen, hogy megjön is, hogy köszönöm.